Tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselőtársaim! Mély tisztelettel köszöntök mindenkit! A képviselőtestület ülését megnyitom, megállapítom, hogy mindnyáján jelen vagyunk, és közben mindenki elvégzi a adminisztrációt a gépnél. A kiküldött meghívóhoz képest egyetlen plusz napi rendi pont felvételét kérik a hivatal munkatársai, úgyhogy arról külön szavazunk. Egyébként gondolja valaki, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokon kívül meg kell tárgyalni bármit is. Ilyet nem látok, úgyhogy akkor azt javaslom, hogy előbb a külön kiküldött előterjesztésről szavazzunk. Mindenki gondolom megkapta. Akkor megkérek mindenkit, hogy szavazzon. Tizenkét igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el, és akkor a meghívóban föltüntetett napirendi pontokat is szavazzuk meg. Köszönöm szépen, ezt is mindenki elfogadta. Akkor javaslom, hogy kezdjük az első napirendi ponttal. Az autóbusz közlekedésről szóló beszámoló. Volán képviselő közül van-e valaki? Köszöntöm a... Nem is tudom, milyen volán, hogy kell már mondani? Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT. Ezenhez a hosszú és rövid neve. Ezt majd mindig megkérem, hogy valaki mondja el helyettem. Mert ez vetekszik a Kabat Cukor FC hajtószoboz, szóval azt is elég nehéz volt megjegyezni, ez majdnem olyan kategória. Először bizottsági véleményt hallunk, úgy látom. Marosi György elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak. A pénzügyi gazdasági bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta az előttünk lévő autóbuszközlekedésről szóló beszámolót, és 8 igen, 0 tartózkodás és 0 nem mellett egy hangulat támogatásra javasolja. Igen, Kállai István elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, a Városfejlesztési Nagygazdasági Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslatot. Igen, köszönöm szépen. Kinek van kérdése? Jónás Kálmán képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Évek óta visszatérő panasz az, hogy a vonat közlekedése a menetrend nem követi nyomon. Minden óra egészkor indul autóbusz a vasútállomásra, és a Budapestre pedig minden óra 11 perckor indul vonat. Tehát az egészkor induló autóbusszal nem lehet elérni a vonatot. Számításaim szerint megoldható lenne a visz irányú vonathoz is a csatlakozás, hogyha nem egészkor, hanem 3/4-kor, és nem félkor, hanem 4/4-kor indulna az autóbusz. Esetleg meg lehetne ezt oldani, hogy hozzá kötni a vasúti menetrendhez az autóbusz indulási időpontját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor válaszolok, hogyha lehetséges. Több alkalommal ért már megkeresés ebben az ügyben. A legutóbbi alkalommal, amikor jeleztünk írásban az iroda felé, részletesen leírtuk azokat az okokat, indokokat, ami miatt így közlekednek a helyi járatok. A lényege ennek az, hogy a reggeli időszakban, amikor 20 percenként járunk, illetve egyedi időpontok szerint, akkor gyakorlatilag kiszolgáljuk azt a vonatot, amivel Püspökladány irányából jön a helyi járaton bérletet váltó utasaink nagy része, mintegy 25-30 fő, időnként több. Délután szintén azt a vonatot szolgáljuk ki, amivel a
intézményekből a pedagógusok, illetve a gyerekek egy része megy haza, 14.30, illetve 15.30 környékén. Az intercity járatokhoz, vonatokhoz a közlekedést ilyen gyakoriság mellett nem tudjuk megoldani, annál is inkább, mivel az elmúlt másfél évben már megkezdődött a 100-as vasúti fővonal felújítása, és igen nagy gyakorisággal van vágányzári menetrend módosítás. Jelen időszak szerint március 1-től fog életbe lépni az új vágányzári menetrend. Én tettem egy olyan javaslatot, hogyha ez az igény, hogy szolgáljuk ki a vonatokat, akkor lehet alkalmazkodni a vágányzári menetrendhez, de akkor azt kell csinálni, hogy mihely tudomásunkra jut, hogy hogyan fog változni a vágányzári menetrend, akkor készítünk egy menetrendmódosítási javaslatot, és azt, ha a testület elfogadja, akkor ki lesznek szolgálva az intercity járatok, viszont elképzelhető, hogy borulni fog az a menetrend, amivel a jelenlegi utasoknak körülbelül a 2/3 utazik, akik azért meghatározott útvonalon, illetve bérletet vásárolva veszik meg fizetik meg a viteldíjat, nem pedig alkalmi utasok. Tehát el lehet tolni az órás időponti indulást az érkezőhöz. Tehát bármit meg tudunk oldani, csak akkor azt bizonyos utasrétek kárára tudjuk tenni. Erre eddig nem kaptunk olyan jellegű felkérést, hogy tegyük meg. Én ezt megfontolásra javaslom, mert elképzelhető, hogy akkor a bérletes utasaink nagy részét el fogjuk veszíteni. Köszönöm szépen. Ez minden alkalommal előkerül, és mindig megvitatjuk, pedig már mindig elmondtuk, hogy mi a valóság. Persze meg lehet vitatni. Én megpróbálom ezt összefoglalni, ami eddig történt, és hát, hogyha akkor közelebb jutunk a valósághoz. Azért lassan fogalmazok, mert minden szalmat meg kell gondolni, mert ez félreérthető. Kérem szépen, bármikor lehet az általunk fizetett, meg az állam által valamelyest adott költségeken belül azokat a járatszámokat meg fel elosztani. Csak annyit lehet nyilván, amennyi pénzünk van. Tehát azt meg kell mondani őszintén az embereknek, hogy az illúzió, hogy önmegy a busz, nincs is kihasználva, nem is lenne kihasználva egyrészt. Másrészt pedig ebből ennyire futja. Ez 8 millió forint körül van, ha jól tudom, amit az önkormányzat kiegészítésül ad. Természetesen ezt lehet mástől elvenni és még többet adni, én ezt nem tudnám javasolni. Itt a probléma az, hogy sokan azt úgy érzik, hogy a vonat nem várja meg őket. És itt kell azt a mondatot nagyon meggondolnom, amit most kimondok, hogy végül is a közlekedés az nem szorosan kapcsolódik a vonat menetrendhez. Úgy kapcsolódik szorosan, hogy lehetőleg a vonat menetrendhez igazítva kell megállapítani a menetrendet, és ebben lehet akár változtatni is. De az nem megy, hogyha mondhatjuk azt, hogy 45-kor is, meg 15-kor is indul a busz. De ha 16-kor vagy 18-kor jön be a busz, akkor megint nem lesz megvárva, mert aki onnan akar jönni, az is beszeretne jönni, és sokan vannak olyanok, én ezt már az internetes oldalokon sokszor kommunikáltam, és úgy látom, hogy sokan el is fogadták. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ezentúl 3-4-kor és 15-kor menjen az egyszerűség kedvéért, akkor ha a vonat 50-kor jön be, meg 20-kor, ugyanúgy járnak az emberek, mert a busznak el kell indulni, mert ahogy elhangzott, van egy másik réteg, amely viszont azt várja el, hogy a munkahelyre időbe beérjen, csatlakozás van a buszpályaudvaron, ahol lehet, hogy csak 3 percet vár a busz. Engem úgy tájékoztattak, hogy egyébként persze pontosan tud közlekedni a busz, hogyha nincs kizárva, ha időjárási körülmények nem befolyásolják, hisz figyelni lehet, ahogy hol tart a busz az interneten keresztül, tudják, hogy melyik megállóban hány perckor állt meg, és ez betartható. Tehát most Ha itt kérdések merülnek fel, akkor az irányba lehet elmenni, azt, és még egy dolog, azt szokták mondani, hogy ott hagyták az utasokat. Én nyilván nekem nem tapasztalati tényeim vannak, mert én ezt nem tudom ellenőrizni, de azt tudom mondani, hogy
és ezt buszsofőrök is megerősítették, hogy pontosan látják, hogy mikor indult el a busz, és hogyha előbb indult el, akkor az felelősségre vonás követi. Nem indulhat el a busz 16-kor. Természetesen, ha 19-kor jött be a vonat, akkor az illető majd mérgelődni fog. Tehát összefoglalva is röviden, a buszmenetrendet a járatszámon belül, vagy mondjuk úgy, hogy amint fizetünk, azon belül magunk akár meg is állapíthatjuk, a volán szakmai segítségével természetesen. De azt ne kezdjük, hogy ott hagyta, meg nem hagyta ott, mert ezek lehetetlenek, vagy akkor bizonyítsuk, hogy mikor hagyta ott. Most is jelentőségek lesznek, akiknek ez nem fog megfelelni. Egyszerűen ennyi pénzből úgy megoldani, hogy ez mindenki számára kedvező legyen, és 20 percenként jöjjön, menjen a busz, ez egy lehetetlenség kategória. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha vannak észrevétel, akkor az arra terjedjen ki, hogy hogyan kell megváltoztatni a menetrendet. Arról hallottuk, a volán is nyitott, és akkor abban a kérdésben döntsünk, ha kell, mondjuk azt, hogy ez a menetrend így és így jó, és akkor, akkor érdemi munkát tudunk végezni. Majoros Petronella képviselő. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a menetrend módosítást most semmiképpen nem tudjuk végrehajtani, és javaslatot sem tudunk megfogalmazni. Jónás Kálmán képviselőtársam megelőző gondolataival így nem teszem fel, de a választ mindenképpen javaslom elfogadni, és várjuk vissza a márciusban esedékes menetrend módosításhoz igazodó volán javaslatot. És akkor majd meglátjuk, hogy milyen változtatásokra, illetve egyéb forrásokra lehet még szükség. Így van, ezt én is el tudom fogadni. Máté Lajos képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Én nem a menetrenddel kapcsolatban szerettem volna hozzászólni, bár lehet, hogy kapcsolódik az, amit mondani szeretnék. A határozati javaslatból is kiderül, és jó, hogyha a hajdúszoboszlói polgárok tudják, hogy az a három járat, ami a városban működik, ahhoz annak működtetése az önkormányzat mintegy 8 millió forinttal járul hozzá egy évben. Hogy a beszámoló szöveges részében tetten élhető, hogy a menetjegy bevételek több mint 10%-kal csökkentek az elmúlt időszakban. Ha a tervhez képest, a szolgáltatási szerződésben vállalt tervhez képest nézem, akkor ez a csökkenés még jelentősebb. Azt is meg lehet alapítani, hogy a tavalyi évben a gázolaj árának csökkenése, tehát szerencsés irányba mutatott, és ez a két ellentétes hatás kiegészített, vagy kioltotta egymást. Ennek az lett a következmény, hogy nem kellett az önkormányzatnak jobban a zsebébe nyúlni, mert hogy én nem ismerem a szolgáltatói szerződésben foglaltakat, de ugye itt látszik, hogy egy kalkulált nyereséget is vállalnia kell az önkormányzatnak. Mi van akkor, hogyha a menet jegybevétel a továbbiakban tovább csökken, és a gázolajára, mint ahogy az elmúlt hetekben tovább emelkedik, akkor mit fog a társaság tenni, mert hogy egyébként a szöveges beszámoló 7-es pontjában, ami arról szól, hogy tulajdonosi elvárások, finanszírozási helyzet, javasolt fejlesztések és megtakarítási lehetőségek olyannyira szűkszavúan fogalmaz, hogy erről egyetlen sor sincs. Köszönöm szépen. Tessék Pácsvai, várjuk a választ. Válaszolnék. A közszolgáltatási szerződés az arról úgy szól, hogy az önkormányzat úgymond tekintettel a jogszabály elírásokra arra vállal kötelezettséget, hogy a bevételekre nem fedezett, úgymond indokolt költségeket megtéríti, és ez a nyereség ez azért néhány százezer forint, és a de ilyen 2-300 ezer, tehát nem meghatározó, a bevételnek mindössze 1%-a. A közszolgáltatási szerződés arról is rendelkezik, hogy évente végzünk utasszámlálást, végeztünk is utasszámlálást, és úgymond ennek a tapasztalatait egyeztetjük. Ha ez a csökkenő tendencia tovább folytatódik, akkor itt, amiről többször beszéltünk a menetrend módosítás kapcsán, azt lehet megtenni, ha a pályázatunkban körvonalazott összegeken belül szeretnénk maradni a költségtérítést illetően, hogy bizony a teljesítményeket ezen tényezőkhöz igazítani. Hozzá kell azt is tenni, hogy nem egyedi jelenség ez amit látunk. Ez nyilvánvalóan nem igaz, csupán azt mondanám, hogy nem egy ilyen hajdúszoboszlói specialitás,
Ennek meghatározott demográfiai okai vannak, nyilván lehetnek egyéb tényezők is, de ha a kérdése mögött az húzódik, hogy elképzelhető-e, hogy magasabb összeggel kell hozzájárulni egy elszámolási időszak végén, akkor arra azt tudom mondani, hogy igen, minden évben törekszünk arra, és eddig mindig is sikerült, hogy azon, amit úgymond vállaltunk, belül maradtunk. Ebben, amit említett képviselő úr, amelyek még szerepe volt a normatív támogatásnak, azt a normát, ami 1,3 millió forint nagyságrendileg, nem kalkuláltuk a pályázat összeállításánál, mert nem volt ismert. Ez a rendszer 2014 vagy 2015 évben is működik. Pályázat útján a város nyújtja be erre a pályázatot, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bírálja el. Feltételezhető, hogy nem lesz lényegesen más. Tehát úgymond ez még egy bevételi többlet a mindenkori szolgáltató, hát most, hogy valán vagy más a nevet tartalma tekintve nincs jelentősége. De bizony azon kell adott esetben gondolkodni, hogy hogyan lehet, amit a polgármester úr is mondott, a meglévő vagy az erre szánt pénzösszegeket észszerűbben felhasználni. A városban jelenleg a helyközi közlekedést is végzi úgymond a Hajdúvolán, és ez a költségek szétterülése szempontjából egy kedvező helyzetet teremt. Nincs olyan kényszer, hogy egy autóbusz teljesítménye ennyi vagy annyi kilométer kell legyen, mert hát tetszenek látni, hogy időnként ezek az autóbuszok a helyközi közlekedésben is dolgoznak, tehát ami a költségeket mérsékli. Nem szeretném azt mondani, hogy ha összehasonlítanánk más települések adataival, akkor ez a 350 forintot el nem érő költség egy relatíve alacsony költség, de ha létezik a szavamnak hitele, akkor higgyék el, hogy ez úgymond nem egy magas, fajlagos költség. És az, hogy a bevétel mekkora, nem tudom. Próbálkoztunk mi azzal is, hogy tárgyalunk intézményekkel, mert a jogszabályok lehetőség nyújtanak akár a kafetéria keret terhére, hogy vásároljanak bérletet. A jogszabályok már arra sem tiltják, hogy az önkormányzatok vásároljanak úgymond bérletet. Mi 8 millióért vásároltuk. Nem értem. Mi 8 millióért vásároltuk. Polgármester úr, tökéletesen értem, amit mondasz. És nem illendő itt azt mondani, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer mellett lehet, hogy létezik ennek bevételhatékonyabb megoldási módja is, hisz a tanuló bérletek mellé ez az anyagból kiderült bruttó 1710 forintos szociálpolitikai menedék támogatás, régen ezt fogyasztói átkiegészítések nevezték társul, tehát elképzelhető ilyen tekintetben további optimalizálás. Nem hiszem, hogy ezt most itt el kellene döntenünk, ha tetszene gondolni, akkor az irodával tárgyalásokat folytatunk, leülünk, és nyilván értjük a szempontot, és korábban is világos volt, Hajdúszoboszló városa racionálisan gondolkodva erre a funkcióra meghatározott pénzösszeget szán. Köszönjük szépen! További hozzászólás van-e? Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót?
12 igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk. Köszönöm szépen. Második napi rendi pont következik. Marosi György elnök úr. Mostól tisztelt képviselőtársak, a pénzügyi gazdasági bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta a napi rendi pontot, és politikai hovatartozástól függetlenül egyhangulag támogatja. Igen, köszönöm szépen. Máté Lajos elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, a politikai bizottság tegnap ülésén megtárgyalta a napi rendet, és egyöntetően támogatta. Igen, Kocsis Róbert elnök úr. Igazgatási Egészségügyi Szociális Bizottság még nem az így van, tehát itt meg kell szokni, hogy szinte ülésről ülésre változnak a bizottságok nevei, és jönnek a SMS módosítások ezzel kapcsolatban. Tehát a korábbi nevén a lendület, igen, így is mondhatjuk. Tehát a illetékes bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és élt egy módosító javaslattal, amit a bizottság 4 igen, 3 nemmel fogadott el. Ennek a lényege az, hogy a bizottság tematikából vegye ki a tisztelt képviselőtestület a igazgatási feladatkört, pontosan azért, mert annyit változott már a bizottság feladata, és úgy gondoljuk, hogy az egészségügyi és szociális terület a fő profilja a bizottságnak. A mostani előterjesztés is számos a korábbi jogkört csorbító módosítási javaslatot tartalmaz, és ennek igazából a bizottság többsége nem látja tovább értelmét. Egyébként elfogadtuk az előterjesztésnek azt a részét, ami az eredeti javaslat volt, hogy a bizottság nevébe kerüljön be az egészségügyi elnevezés, ugyanis ez eddig nem szerepel benne, és a feladatköreibe ez benne van. Köszönöm, ennyit akartam. Igen. Kinek van kérdése? Én is kérdésem, gondolom, hogy hozzá akarsz szólni. Ki kíván hozzászólni? Marosi György képviselő. Köszönöm. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak, az előbb kimaradt, hogy az expozémból, a hozzászólásomból, hogy a pénzügyi gazdasági bizottság neve is megváltozik a jövőben, gazdasági bizottságként fog működni, és ahogy elmondta Kocsis elnök úr is, a illetékes járóbeteg ellátó centrum és az iroda kérésének, vagyis a csoport kérésének megfelelően, hogy nagyobb eligazodás legyen, egy vegytiszta bizottsági struktúrák jönnek létre, és mivel az iroda is úgy működik, hogy az igazgatási osztály egészségügyi és szociális csoportja, ezért a neve is ehhez alakulna át, és ugyanígy lenne a pénzügyi bizottság neve is, mivel hogy a gazdasági irodához tartozik, ezért gazdasági bizottságként működne tovább, és a tisztaságot is azt hozná, hogy bizonyos kérdések átkerülnének szakbizottságokhoz, az egészségügy, az egészségügyi szociális vagy igazgatási egészségügyi szociális bizottságnak, a gazdasági kérdések pedig a gazdasági bizottsághoz kerülnének. Köszönöm. Igen. Kinek van hozzászólása? Nincs. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenkét igen, nem is tartózkodás nélkül fogadtuk el. Következik a költségvetés. Hát én, mint előterjesztő, néhány szót szeretnék szólni. Hát hol kezdjem? Kezdem ott, hogy tárgyszerűen kell nézni a magyar valóságot, és hát nem szeretnék túl szép képet festeni sem, de túl rosszat sem. Mind a kettő hiteltelen lenne.
Ez a költségvetés többé-kevésbé követi az országos tendenciákat. Bizonyos területen jobban állunk, mint maga az ország, ha szabad így fogalmaznom. Hisz Hajdúszoboszló elsősorban az idegenforgalmára alapozva azért plusz bevételekhez is juthat. Bár itt-ott ezek már közel sem érnek annyit, mert hogyha kormányzat gondol egyet, és csak úgy szimpátia, vagy nem tudom milyen alapon odaad valakiknek több milliárd forintot, és ebbe legutóbb ugye 13 milliárd forintot osztottak szét decemberbe, soha nem látott és meg nem ismerhető alapelvek szerint, akkor azért azok az előnyök, amelyek Hajdúszoboszló városának gazdaságából adódnak, azok elolvadó félben lesznek, hisz más-más módon megkapja azokat a lehetőségeket, amelyért itt minden hajdúszoboszlói polgár keserves munkával küzd meg, adóját befizeti, és az önkormányzatot hozzáteszi, nem csak most, hanem én már 20 éve legalább, azt a hozzáértő városvezetést, amely azt eredményezi, hogy mi ugye jól gazdálkodtunk, és hát a bevételek kapcsán rögtön rá is térek a legnagyobb fájdalmam, hogy ebben az évben sem látom semmiféle fedezetét annak, hogy a kormány ígéretét teljesíteni, és megkapnánk azt a 200 millió forintot, amely a jó gazdálkodásunk miatt számunkra jár. Azért fogalmazunk úgy, hogy jár, mert hisz erre szabály. Tehát ez nem valamiféle kegy, hanem ez annak elismerése kellene, hogy legyen, hogy mi jól gazdálkodtunk és nem adósodtunk el, mert egyébként azt sugallja mindenkinek, hogy bátran el lehet adósodni, aztán majd valaki rendbe teszi. Hát ezért állt az ország, ezért van az államadósság 80% körül. Sőt, hát ugye ennél rosszabb jelek is vannak, mert fölmerült, hanem már köteleztek bennünket, hogy 160 millió forintot fizessünk is vissza, amely hát a teljes értetlenséget váltottak itt a képviselőkben is, meg a lakosság azon részében is, amely figyelemmel kísérje az események alakulását. Egyébként a normatív bevételek is és a adó útján hozzánk juttatott pénzek is valamelyest csökkentek, de ezt a néhány 10 millió forintot úgy gondolom el kell tudni fogadni, megértem én, hogy a magyar államháztartás is jelentős gondokkal küzd. Ami a kiadásokat illeti, ugye itt végül is én felsoroltam azokat a legfontosabb dolgokat, amelyekre mi pénzt szánunk. Jól látható, hogy a városüzemeltetés, városfenntartás alapvető feltételei biztosítva vannak, tehát azt nem mondhatjuk, hogy a mi városunk csőd közelében van, ez nem lenne igaz. Azt sem mondhatjuk, hogy az eddigi színvonalon nem tudjuk fenntartani a várost, mert ez sem lenne igaz. Azt azért mondhatjuk, hogy a fejlesztésekből, ha nem is feltétlenül az ezéből, de ha egy ilyen tendenciát rajzolnánk fel, azért láthatóan a fejlesztésre szánt pénzek, azok fokozatosan csökkennek, és ugyebár a kormány azt hirdeti, hogy az önkormányzatok soha nem látott gazdasági hatalommal rendelkeznek, hát a valóság ennek pont fordítottja, hogy soha nem volt ilyen gyenge az önkormányzatok helyzete, úgy általában országosan, és a mi fejlesztéseinket illetően is hasonló kép rajzolódik ki. Azt, hogy milyen fejlesztésekre futja, én nem emelném ki, most vagy nem sorolnám föl tételesen, hisz ott van minden képviselő előtt, de azért azt látni kell, hogy vannak kiemelt hangsúlyú területek is, ugye elsősorban az útfelújításokat, de hát megmaradt a járdaépítés, a belvízrendezés és egyéb területekre szánt pénz is, tehát még itt is azt mondom, hogy azt a minimumot, amelyet illik teljesíteni, azt mi fogjuk tudni teljesíteni. Ez persze soha nem egyenlő a lakosság által elvártakkal, mert hát az igények azok mindig jóval a lehetőségek előtt haladnak, és hát ez pláne erre az időszakra is igaz. Én azt gondolom, hogy ez a költségvetés, ez többé-kevésbé közakaratot fejez ki, és ezt abból vonom le, tehát nem csak az összefogás Hajdúszoboszló és a jövő, talán mások is, más pártok is úgy látom azért többé-kevésbé elfogadják, hisz a módosító javaslatok száma az oly kevés, amiből jobb kettő egyébként, hogy pontos legyen, amiből joggal vonom le azt a következtetést, hogy itt sokan egyetértenek, ha apró dolgokban nem is a
a beterjesztett javaslattal. Végülis egyetlen megfordítom, hogy a javaslatok közül egyet elfogadok, vagy elgondolkoztunk rajta, így még szebben is hangzik. Azt, amit Majoros Petronella képviselő arra a problémára felhívta a figyelmünket, legyen. Én elfogadom, 1 000 000 forint erejéig azt gondolom, hogy lehetőséget kell teremteni olyan gyerekeknek, akik óvodába járnak, szüleiknek, és nem tudják az úszás oktatást finanszírozni, nem tudnak ahhoz hozzájárulni, hogy legyen egy 1 000 000 forintos keret a rászorultaknak, nem mindenkinek, ezért én teljes mértékben azt javaslatot nem osztom, csak a rászorultaknak, akik önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerültek, vagy ezt nem képesek fizetni, azok számára legyen egy ilyen keret, és hát majd az óvoda eldönti, hogy kik azok, akik ezt az összeget meg kell, hogy kapják. Semmi több változást én magam nem javaslok. A Kocsis Róbert képviselő volt ezen kívül végig is az egyetlen, aki több javaslatot tett. Én ezeket a javaslatokat magam részéről nem tudom elfogadni, a testületre bízom, hogyha a képviselő szavazást kér, hogy mennyiben támogatja ezeket. Én azt gondolom, hogy ott több olyan javaslat van rögzítve, amely az általunk elképzelt városfejlesztésbe, azt nem mondanám, hogy nem illeszthetőbe, de azt mondom, hogy jelenleg vannak ennél fontosabb megvalósításra váró feladatok, és mi azokra helyeznénk elsősorban a hangsúlyt. Én azt kérem, hogy ezt, ha lehet, minél többen fogadjuk el, és minél többen képviseljük ezt az akaratot, hisz végül is ez a város fejlődését fogja eredményezni, és azt gondolom, hogy nyomatékosan hangsúlyozva az ország helyzetéhez viszonyítva, Hajdúszoboszló városa nem zár majd 2015-ben sem rossz esztendőt. Akkor az én kis bevezetőm után hallgassuk meg a bizottsági elnökök hozzászólását, gondolom azért jelentkeztek így a képviselő urak. Marosi György, képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak! A gazdasági bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta a költségvetést, és szinte vita nélkül egyhangulag támogatta. Külön örömünket fejeztük ki, és ott is elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a választások után hallott észrevételek, melyek szerint Hajdúszoboszló város önkormányzata nem fogja támogatni a gazdákat, ez látható, hogy nem igaz. Benne van ugyanaz a támogatási összeg, ami eddig is benne volt a gazdatársadalom számára, így a városvezetés és a képviselőtestület ezzel is ki szeretné fejleszteni a gazdákhoz való viszonyát, és mindenképpen támogatni akarja őket a jövőben, ugyanúgy, mint minden más intézményt is, így például a járóbeteg ellátó centrumot is 10 millió forinttal a labor működésének fenntartásában. Köszönöm. Igen, Kála István elnök úr. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársaim, a Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság egyhangú szavazattal elfogadta a 2015-es költségvetést. Máté Lajos elnök úr. Köszönöm szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, a Turisztikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyöntetően elfogadta. Az külön öröm volt a bizottságnak azt tapasztalni, hogy turisztikai marketingre 2015-ben több jut, mint az előző évben, és a rendezvények szervezéséhez is nagyobb mértékben járul hozzá az önkormányzat. Ez remélhetőleg pozitív hatással lesz a 2015-ös turisztikai teljesítményünkre. Köszönöm. Igen, Jónás Kálmán elnök úr. Köszönöm a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, a Kulturális Sport és Nevelési Bizottság hívőjén megtárgyalta és egyhangulag elfogadta az előterjesztést. Köszönetet szeretnék mondani az Összefogás Hajdúszoboszlói Kisimogói Egyesület tagjainak, hogy nem használták fel a fiataloknak pontos sportolási és közösségi élményű extrém körpályát politikai csatározásokra, és az idei költségvetésben megszavazták a 10 millió forintos összegkeretet. Ezt külön köszönöm az egyesület tagjainak. Köszönjük szépen. Kocsis Róbert képviselő úr. Az Igazgatási, Egészségügyi és Szociális Bizottság megszavazta a költségvetést egyhangúan. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy a
ez a 10 millió forintos támogatás, amit képviselőtársam itt az előbb említett, a járóbeteg centrum támogatásáról van szó a labor működéséhez. Ennek szükségessége abból adódik, hogy a régóta bevezetett degresszív finanszírozásnak köszönhetően túllépi rendszeresen a házi orvosok elsősorban rendszeresen túllépik azt a kvótát, ami mondjuk úgy, hogy elő van írva, amit megenged az OEP finanszírozás, és ebből adódik az, hogy az önkormányzatnak többlet kiadása van. Ez a bizonyos 10 millió forint költség ebből adódik. Hozzáteszem, hogy ugyanakkor nem tudunk hatással lenni arra, hogy kevesebb labor vizsgálatot írjanak elő az orvosok, mert egy másik jogszabály pedig arról szól, hogy ebbe igazából nem lehet beleszólni. Tehát nekünk végül is, mivel mi vagyunk a fenntartói az intézménynek, nincs más választásunk, mint az, hogy ezt a többletköltséget finanszírozzuk. Egyébként a bizottsági ülésünkön az is szóba jött, és azt is nehezményezte a bizottság, hogy a eddigi bizottsági felhasználási vagy bizottsági döntési kompetenciába tartozó úgynevezett bizottsági külön keretet a költségvetés átcsoportosította éppen a gazdasági bizottsághoz, szépen kikerekedett így aztán a civil alap, amit felosztott a gazdasági bizottság. Ezt a magam részéről az egyik módosító javaslatomba nehezményeztem is, és kértem ennek a módosítását, ugyanis azt gondolom, hogy a nagy közösben már nem fog annyi jutni erre a célra, ezen a szakterületre pályázóknak ebből az összegből. Gyakorlatilag ennyit szerettem volna mondani, ami a bizottság szakterületeibe tartozik. Köszönöm. Igen, de hát a 10 milliós labor túltáreltsége az kormányzati intézkedések következtében állt elő, arról nem mi tehetünk. Talán én a kormány helyében nem hoztam volna olyat, hogy megszabom, hogy hányan mernek a laborba, mert gondolom nincs olyan házi orvos, aki azt mondja, hogy szórakozásba elküldöm a beteget a labor. Nem tartom valószínűleg. És azért állnak ott az ügyfelek, mert meg van határozva, Pestről tudják, hogy hányan mernek a Hajdúszoboszlói laborba, és ez a probléma. Marosi György képviselő, és ennél többen kell, hogy menjenek, és ezért ottan óriási káosz alakul ki minden nap. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak. Kocsis képviselőtársam igazából, mint bizottságot megszólítatott, és hogy félreértéseket elkerüljük, azzal, hogy az előző napirendben a vegtisztaságot megszavazta például Kocsis képviselőtársam is, azt a napirendet 12 igennel ment, tehát annak következménye ez, hogy az az összeg is átkerült, mert önök az igazgatási, egészségügyi, szociális kérdésekkel foglalkoznak, és a gazdasági kérdésekben a gazdasági bizottsághoz került át az összeg, az az összeg, ami szervesen összefügg a civil alapelosztása, mert ugyanarra az összegre van. Önök is ugyanúgy párhuzamosan támogattak civil szervezetek ugyanolyan rendezvényeit, ugyanolyan intézményi struktúrát támogattak, mint ez az alap is, és ennek az alapnak a neve is úgy változott most, hogy civil és intézményi alappá változott ezzel az összeggel, és a megemelése is annak köszönhető, hogy az kultúrház felújítása következtében a civil mentor irodának a fenntartási költségében is támogatást nyújt az önkormányzat, melynek egy része erre fog menni. Semmiképpen nem fognak sérülni az eddigi irányvonalak és az eddigi tervek, csak egy vegytiszta rész jött létre. Önök a szakmai résszel foglalkoznak, mi pedig a gazdasági résszel. Azon kívül, amit polgármester úr elmondott a járóbeteg ellátó centrummal kapcsolatban, közöttünk nincs vita, senki nem azt mondta, hogy ez egy kegy. Igazából ez a kormányzati intézmény
intézkedés következtében az önkormányzat 10 millió forinttal támogatja a járóbeteg ellátó centrumot, hogy zavartalanul tudjon működni a laborja. És még én meg sem említettem azokat a kormányzati intézkedéseket, mert igyekeztem visszafogott lenni, amelyek úgy megszülettek, de pénzt nem adtak hozzá. Mondok egyet, mondjuk a szociális segélyezés ide tartozik, de mi ennek csak egy részét kaptuk meg. De a feladat itt maradt, és mondják, hogy lehet az önkormányzatokhoz segélyért fordulni, csak hogy nincs rá pénz. Nem mondhatnám, hogy az önkormányzat támogatja a mentőállomásokat, a rendőrségnek adunk évente rendszeresen pénzt, a polgárőrségnek, az iskoláknak ilyen-olyan támogatást adunk, és még nem tudom, mi mindenre fordítunk pénzt, holott gondolom az állam azért vette el mondjuk az iskoláinkat, mert ő jobban tudja működtetni, hát ezt mondták. Én várom, hogy mikor működtetik már jobban, mert a kliknél csak jobban lehet el működtetni. Kocsis Róbert képviselő. A labó támogatással kapcsolatosan azt szeretném megjegyezni, hogy ez a bizottságülésen is téma volt. Ott a járóbeteg centrum igazgatója elmondta, hogy ez a bizonyos degresszív finanszírozás gyakorlatilag egy régi dolog, tehát amikor kormányzati intézkedésekről beszélünk, akkor ezt ne állítsuk be úgy, mintha ezt tavaly vezették volna be, vagy az idén. Tehát ez a TVK-val a bizonyos volumen korláttal egy idős intézkedés, úgyhogy ezt én kérem, hogy ne úgy kezeljük, mintha ez egy friss ügy volna. Nem volt kétségem afelől, hogy képviselőtársam meg fogja tudni magyarázni ezt a struktúrát, amit elmondott, hogyha ez igaz lenne, és hogyha következetesek lennének, akkor nyugodtan el lehetne vonni például a turisztikai alapot is, és azt is lehetne, azt is kezelhetni a civil alap, hiszen az is gazdasági dolog, és ott is civil szervezetek pályáznak. Tehát érdeklődéssel várom, hogy majd mikor csatolják oda, de hát gondolom, hogy erre nem fog sor kerülni, mert hát végül is egy csapatban játszanak képviselő úrral, és valószínűleg nem fognak keresztbe tenni egymásnak. Tehát én itt erre gondoltam, amikor a vegytisztaságot emlegetés a politikai szándékoktól abszolút mentes intézkedéseket, akkor azért azt vegyük bele a mérlegelésekbe. A másik, amit polgármester úr mondott, hogy nem kapott elég finanszírozást az önkormányzatunk a szociális segélyek kifizetésére. Igen, valóban ez egy friss kormányzati intézkedésnek a következménye. Azonban szeretném azt a látszatot eloszlatni, hogy ez nem csak Hajdúszoboszlóra vonatkozik, hanem ez egy országos szabályozásnak köszönhetően történt. Például utána kérdeztem, mert ugye ez is gyakorlat szokott lenni, Hajdúböszörmény egyáltalán nem kap semmit. Hajdunánál is kap, Debrecen is kap. Ugye azt tudni kell, hogy 32 000 forintban határozták meg azt a nívót, ami alatt egy adott önkormányzat kaphat szociális finanszírozás, mi 25 000-nél tartunk, tehát ez a egyfőre jutó adóerőképesség. Az egyfőre jutó adóforintokat jelenti ez az összeg. Böszörmény jobb helyzetben van, több adót szed be, ők erre a támogatásra nem tarthatnak igényt. Nánáson pedig kifejezetten örülnének annak, hogyha ők is ebbe a kategóriába esnek, mert úgy fogalmazott polgármester úr, bár ne lennénk rászorulva a szociális támogatások állami normatívájára, mert akkor az azt jelenteni, hogy nekik is annyi adóbevételük van,
hogy már abba kedvezőbb, magasabb kategóriába tartoznak. Úgyhogy én ehhez ennyit szerettem volna mondani, de gondolom lesz még hozzászólás. Hát az utóbbival folytatom, azért ezt nem szívesen hagynám így a közvélemény előtt. Hát az nem az önkormányzat teljesítő képességét bizonyítja, hanem a személy, beszedett személyi jövedelemadót. De az sem mérvadó, mert Hajdúszoboszló városában nem a visszaadott személyi jövedelemadó döntő elem, hanem az idegenforgalom és így tovább. Hajdúszoboszló, hogyha gazdasági rangsort állapítól sokkal előrébb tart, mint Böszörmény, ezt is nem azért mondom, hogy Szoboszló polgármestere vagyok, csak más módon tevődik össze ez a gazdagsága. Ez is pontosan rámutat, hogy milyen kormányzati hiba az, hogy csak egyetlen mutatóhoz kötik. És az a mutató, az nem biztos, hogy egy adott település teljes gazdagságát idézőjelbe feltárja. Ez pont az a helyzet. És azért van az, hogy egyes településeknél látszólag jó mód mellett jut, másoknál pedig nem jut. Itt kérem szépen összesen, ha jól tudom, 240 valahány magyar település nem kapott semmilyen pénzt. Ezt a sajtóból olvastam természetesen, és lehet mondani, hogy ottan nem mindig írnak korrektet, majd megnézem, mit ír a Magyar Nemzet, tehát ott biztos jó lesz, tehát kétszer, már nem jó? Ja, az igaz, most már ha nem ott nézem, akkor nem tudom, hol nézem, na, ez csak vicc volt. Tehát ez az egyik, ezt így nem tudjuk most mi elbírálni, hogy helyes, vagy hogy nem helyes. A kormány, a parlament egyetlen mutatóhoz kötötte, abban a mutatóban valóban úgy van, ahogy te mondod, és valóban érint más településeket is, de hát ahogy én a polgármester kollégától értesültem, mondjuk ha Ebes például nem kapott, mert hogy látszik, hogy sok más szempontot is figyelembe kellene. De tovább nem akarok belemenni, csak azt nem szeretném szó nélkül hagyni, hogyha a város polgárai, vagy akik nézik ezt a műsort, azt gondolnák, hogy itt valamiféle gazdagsági rangsor alapján kaptak pénzt a települések. Azt én mindenképpen helytelíteném, hogy most melyik kormány hozta ezt az intézkedést, hogy a labor megtelt, vagy nem. Én erre azt tudnám kissé ironizálva mondani, hogy a kőbevésett alkotmányt ez a parlament már sokszor megváltoztatta, ezek szerint azt meg tudja változtatni, de ennek a labor problémának a szabályait azt még nem sikerült megváltoztatni. Tudtommal ez a kormány 5 éve hatalmon van, meg kell változtatni, ha nem jó, ha meg jó, akkor meg kell mondani, jó, és mi nem jól alkalmaztuk, tehát én nem fognám már senkire ezt. Most van egy ilyen helyzet, én egyébként a kormány sem vetette volna föl, hogyha nem mondom, hogy én úgy gondolom, van egy helyzet, és ennek ez a következménye. Harsány István képviselő. Tisztelt polgármester úr, a költségvetés 9. mellékletében olvashatjuk, hogy önkormányzati ingatlanok kaszálására korábbi évben 1,5 millió forint, ebben az évben pedig 2 millió forint forrás jut. Ez azt jelenti, hogy a meglévő területeket a VGRT gyakrabban tudja kaszálni, vagy új területek is bejöhetnek a szerződésbe, bekerülhetnek. Felhívnám figyelmet a mély árkoknak a kaszálására, így a sósíz elvezető árkok kaszálása igen balesetveszélyes a lakók által, vagy például az Adényedre utcai árok, amely szinte kézzel nem is, vagy nagyon nehezen kaszálható. Ezekre mindenféleképpen szeretném, ha forrás jutna, önkormányzat tudná támogatni ezt. Illetve a bihari domnak a kaszálására is gyakrabban sor kell kerítenünk. A 13-as mellékletben az órák előtti parkolóról van szó, 25 millió forint lesz elkülönítve. Szeretném kérdezni, hogy hány óvoda parkolója kerül ide, vagy vannak elképzelések, vannak ebben döntések. Vélemény szerint egyik legveszélyesebb óvoda előtti parkoló az Adényedre utcai óvoda, hisz elég nagy forgalmú úton helyezkedik el, illetve a parkoló és az óvoda kapuja között még egy kerékpárút is van, amely még balesetveszélyesebbé teszi a gyerekeknek a közlekedését. Hát ezt mindenféleképpen javaslom, hogy kerüljön be ebbe a 25 millió forintban. A 12-es táblában olvashatunk önálló lakóingatlanok energiakorszerűsítéséről, 5 millió forint van elkülönítve.
Ez valószínű, hogy a lakosoknak az önrészét tudná támogatni egy pályázat során. Körülbelül hány ingatlan tulajdonost érinthet ez a program? Köszönöm szépen. Hát ebben a költségvetésben több olyan tétel van, amit most nyilván nem tudunk megmondani. Ilyen az útfelújítás, a járdaépítés, a játszóterek, az intézmény felújítás, igen, a óvodák előtti parkoló, ezekre most itt nincs ember, aki választ adjon, ahogy eddig is volt, miután megszavazzuk ezeket a tételeket, azután egy következő testületülésre hozzuk, hogy ezen belül melyek lesznek megvalósítva. Azt megjegyzem csendbe, én nem tudom, hogy ez majd hogy esik a döntésén abban, hogy az Adjánja utcai óvodával az a helyzet, hogy az egy állami út. És én nem tudom, hogy ott, ahogy lehet majd nekünk bármilyen munkát végezni, szemben a többi óvodával, amely önkormányzati határos. Megnézzük ezt is, ha lehet, és az indokoltak közé tartozik, akkor nyilván mindenki arra fog törekedni, hogy segítsünk az óvodákon és a szülőkön. Marusi György képviselő. Köszönöm a szót. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak. Csak hogy konzekvensek legyünk, a Kocsis képviselő úrnak komolyan venném a hozzászólását a vegytisztaságról és a feltételezését, akkor el kellett volna mondania, hogy a Kulturális Nevelési Sportbizottságnak a keretét is ide kellett volna adni a vegytisztaság jegyébe. Igaz, azt azért nem mondta, gondolom, mert annak a bizottságnak pont tagja, de ne féljen, az ön a balján ülő képviselőtársa, Jobbján ülő képviselőtársa a gazdasági bizottságnak tagja, és tudja felügyelni, sőt elnök helyettese is a bizottságnak, és van még külső delegáltjuk is, nem lesz probléma, nem lesz gond benne, a feltételezést is mindenképpen visszautasítanám. Azon kívül pedig, amit elmondott, igen, a kormányzati döntés következtében kell a 10 millió forintot, de ne tolja ránk a kormányzati döntést, egyik itt ülő képviselőtársa sem volt tagja egyik olyan kormánypártnak sem, ami az elmúlt 8-13 évben kormányunk volt. Itt nincsenek olyan képviselők, mi civil szervezet színeivel kerültünk be, mi nem voltunk se az MSZP kormánynál kormányzati körbe, se a Fidesz kormánynál, ami 5 éve van, így ezt ne tolja ránk. Igen, látjuk mi is, ezt megoldás. Ezt meg kell oldanunk, meg kell tennünk. Ezen kívül, amit Harsány képviselőtársam mondott, azokkal kapcsolatban én minden egyetértek, hogy egy dinamikus fejlődésben az 5 millió forint pedig, ami meg a lakóingatlanok önálló energetikai korszerűsítéséről szól, ez nem összekutyulandó az otthon melegében, még mielőtt valaki azt gondolná, ez egy szociális alapon történő felújítási javaslat, engedélyezése a lakóingatlanoknak, ami lehet méghozzá kertes ház is, ami javában például az önkörzetét is érintheti. Köszönöm. Köszönjük szépen. Antalné Tardíra képviselőasszony. Köszönöm a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Először az alapokkal kapcsolatos véleménykülönbségekhez szeretnék hozzászólni. Azt gondolom, hogy amit a bizottság ülésen már elmondtam, szükséges itt is kiemelnem, miszerint. Az alapokról, hogy ki dönt, talán legyen másodlagos vagy harmadlagos kérdés, hiszen képviselőtestület előtt ott van az a rendelettervezet, amelynek az elfogadására gondolom rövid időn belül sor kerül. Ennek a 13. paragrafusa tartalmazza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az alap felhasználását és a pénzügyi elszámolását jelenti. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára megnyugtató lesz, amennyiben ezeket a szabályokat betartjuk, és semmiféle gyanakvásnak nem kell, hogy helyt adjunk. Ezen kívül néhány véleménnyel szeretném kiegészíteni az eddig elmondottakat a város költségvetésével összefüggésben. Hogy melyik kormányzati döntés, ezt tényleg nem akarom vitatni. Egy biztos, van egy 2015-ös központi költségvetés, amelyből leszűrhető, hogy mennyi normatív támogatást kap városunk, és mely feladatokat jutalmazza ilyen központi támogatásra, és melyikhez nem rendel pénzt. Két terület, amelyet én most kiemelni szeretnék, az egyik a szociális ágazat már érintette, polgármester úr is
képviselőtársam is, hogy kevesebb pénz jut rá, mint az előző években, de a feladat itt maradt. Engem örömmel tölt el az, hogy a város jó gazdálkodásának köszönhetően a korábbi évek tartalékából tudunk erre a feladatra fordítani, és lehet, hogy nem pontosan annyit, mint az előző évben, de nagyságrendileg nem lényegesen kevesebben tudjuk azokat a hátrányos helyzetű családokat támogatni, segíteni, akiknek a központi normatív támogatás már alapból nem jut a zsebükbe. Nem volt egy képviselőtársamnak egy kérdése, hogy a önálló épületek lakásfelújításához hogyan, hány lakást érinthet ez, és mennyire gondoltunk. Én úgy gondolom, hogy az előző testületi ülésen, amikor az Otthon Melege program kapcsán elmondtam, hogy szeretném azt is, hogyha azok, akik nem panelban laknak, hanem a város külterületén, családi házakban élik a mindennapjaikat, ha ők gondolnak arra, hogy szeretnének energia takarékos megoldást választani, vagy egyszerűen másfajta felújításhoz kérnének anyagi segítséget, tudjon nekik az önkormányzat, ha nem is nagy összeget, de egy minimális összeget biztosítani azért, hogy ők is megoldhassák az égető problémájukat szociális alapon, rászorultsági alapon, gondolom én ennek a felhasználását. Hát, hogy ne csak rosszakat mondjak, nagy örömmel tölt el engem is az a dolog, hogy elkészült a művelődési központ, és sok új teremmel bővül, és merem remélni, hogy azok a programok, amelyeket beterveztek, színvonalasan megvalósításra kerülnek, és ezek nem csak az ideutazó turisták számára lesznek kellemes programok, hanem a városi lakosok számára is. Az lenne a jó, ha minél többen tudnának ezeken a programokon részt venni, amelyek megismertetéséhez a város, mint marketing tevékenységhez is lényegesen több pénzt ad. Ezzel osztva Máté Lajos képviselőtársam véleményét talán a turisztikai vonzerő is erősödhet. Többen jöhetnek városunkba, hiszen ha több programról szereznek információt, talán bátrabban vállalják, vagy többen áldoznak rá anyagiakat, hogy ide utazzanak, és ennek a hozadékaként a helybeli lakosok is csak jól járhatnak. Én köszönöm a szót, és remélem, hogy nem akarom az apró tételeket érinteni, csak általánosságban, amit a polgármester úr mondott az előbb, hogy olyan részletekről, hogy mely utat fogjuk felújítani, mely utcákban építünk járdát, hol lesz a belvízlevezetési probléma megoldva, erről később szakszerű döntés szülessen, és bekerüljenek olyan utcák is, amelyek esetleg az elmúlt időszakban hátrányba szorultak. Köszönöm. És köszönjük szépen, Kocsis Róbert képviselő. Amit képviselő asszony említett, az 5 millió forintos támogatás, végül is én nekem nincs ellenemre, tehát nem is érintette a módosító javaslataim ezt az ügyet, bár kétlem, hogy ebből az 5 millió forintból túl sok házat föl lehet újítani, hiszen hogyha fél millióval számolunk, az már nagyon karcsú, egy házra számolva az maximum 10 házat jelenthet. Végül is majd a akciónak vagy a programnak az eredményességére kíváncsi leszek, hogyha túl leszünk rajta. A másik dolog pedig az, hogy amit ön mond, hogy legyen másodlagos vagy harmadlagos az, hogy végül is kiosztja ezeket a pénzeket, én ezzel egyet tudok érteni. Csak az a baj, hogyha ezt képviselő társai így gondolnák, akkor a civil alap nem került volna át a gazdasági bizottsághoz, és a ominózus nem régen említett korábban a Szociális Egészségügyi Bizottság által kezelt alap sem került volna át. Tehát, hogyha az önnel egy csapatban ülők úgy gondolnák, hogy ez másodlagos vagy harmadlagos kérdés, akkor ez nem így történt volna. De ők nem úgy gondolják. Azért én köszönöm ezt a
javaslatot, hogy én gondoljam így. Hát nyilván tudomásul fogjuk venni, mert kétségem nincs a felől, hogy a civil összefogás, akinek rendkívül fontos, hogy az önkormányzati forrásokat saját kezűleg kezelje, meg fogja ezt szavazni. Na, én is azt gondolom, most egy kicsit rossz irányba mentünk, nem az a lényeg, hogy ki kezeli. Meg kell nézni majd, hogy kik kaptak, és ha olyanok kaptak, akik nem méltók rá, akkor szóvá kell tenni, egyetértek vele. Kanizsé György képviselő. Köszönöm szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtársak. Összességében az egész előterjesztéssel, a város 2015-ös költségvetésével teljes mértékben egyet tudok érteni, ez nagyjából megfelel a korábbi évek gyakorlatának, vannak benne fejlesztések, felújítások, intézmények működtetésére megvannak a keretek. Egyetlen egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, az pedig a polgárőrség támogatása sor, ott 500 000 forint van betervezve, ez korábbi éveknek megfelelően az idén is beépítésre került, azonban ők egy olyan hónappal, másfél hónappal ezelőtt küldtek egy levelet, amelynek a címzetje jegyző úr, polgármester úr és jó magam voltunk, amelyben kérték az önkormányzat segítségét arra, hogy egy új autót szeretnének, vagy egy újabb autót szeretnének vásárolni, a közel 16 éves autót szeretnék lecserélni egy újabbra, nagyon fontos feladatot látnak el egyébként. Én azt gondolom, hogy most a költségvetés tárgyalásánál erre már nincs lehetőség, hiszen egyrészt módosító javaslatok tegnap délig érkezhettek volna be. Ezt jó magam sem gondoltam, viszont szeretném őket így biztatni a közvéleményen keresztül, vagy ha esetleg itt ül olyan, aki tagja az Egyesületnek, hogy ezekből az említett és sok vitát kiváltott alapokból ők is pályázhatnak, és azt gondolom, hogy ezeknek a kereteknek lehetőséget is kell majd biztosítani arra, hogy a polgárőrség egy újabb, korszerűbb autóval láthassa el majd a jövőben a feladatát. Illetve még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, amit Halsány István képviselőtársam is már említett, hogy a külső körzetekben vannak ezek a mély átok, amelyek egy vagy egy méternél, vagy annál is mélyebbek, és ott általában a tulajdonosok is már az idősebb korosztályból kerülnek ki. 70-80 évesen már főleg az egyedülálló, esetleg idős nénik nem biztos, hogy rendbe tudják ezt a előtte lévő átot tartani. Sok problémát hallottam már én is erről, és szeretném majd kérni, hogy amennyiben erről lesz külön előterjesztés a végéletével történő szerződés megkötésére, akkor erre majd külön figyeljön be az irodát. Köszönöm szépen. És köszönjük szépen. Majoros Petronella képviselő. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Az állami támogatások és az önkormányzat bevételei kiegyensúlyozott gazdálkodást tesznek lehetővé. Ezt olvashatjuk polgármester úr szöveges értékelőjében, és mindezen túl jelentős tartalékkal is bír a város, amelynek felhasználására a költségvetésben számos területen meglepő tételekre bukkantam. Útépítésekre például az emlékeim szerint soha ekkora összeget még nem kívánt fordítani a város képviselő testülete, azaz idei szándék szerint több mint 300 millió forint, 325 millió forint. Csak feltételezem, és egyben sajnálatomat is fejezem ki, hogy ebben várhatóan nem fér majd bele a Nyugati sor és a Hóvirág utca sem. Viszont egy gondolatom még mindenképpen lenne arra való hivatkozásra, hogy a szociálpolitikai normatív támogatás csökkentése itt témaként felmerült. Ne csak erre hivatkozunk gyakran, hogy ez a tétel milyen veszteségeket szenvedett el, hanem azért említsük meg azt, hogy van olyan tétel, amely több normatív támogatást élvez, mint a tavalyi év, például a közvilágítás normatív támogatása, ha nem is annyival, mint amennyivel a szociálpolitikai normatív támogatás csökkent, de az is sok-sok millióval megnövekedett. Kérdésként fogalmazódik meg bennem, hogy a költségvetésben elkülönített, mint egy 15 millió forint a Hősök tere feldíszítésére, ez mit is jelenthet, hiszen a tavalyi évben a lakosság által is sok dicséret érkezett, hogy a város főtere szebb fényben, pompában tündökölt, mint a korábbi években, és ez a Városgazdálkodási Nonprofit ZRT saját költségterhére került megvalósítására, tehát nem a város finanszírozta ezeket a fényeket. Már mire gondolsz?
azokat a fényeket, amelyeket az ünnepek idején a városban láthattunk, azt a Városgazdálkodás vásárolta, nem az önkormányzat. A mi pénzünkből? Tessék? A mi pénzünkből. Éppen ezért szeretném majd megkérdezni, hogy mi ez a mit terveznek a Hősök tere feldíszítése, ez mit jelent, miután a karácsonyi díszvilágítás sor pedig üresen maradt. Nem? A másik észrevételem és hozzászólásom az pedig lenne a költségvetés tárgyalásának időszakában az általam tett javaslat. Beadványt nyújtottam be polgármester úrhoz, 250 nagycsoportos hajléktalan gyermek vízhez szokatás programjának a megvalósításához, amely mintegy 2,5 millió forintot igényelne a város költségvetéséből. Akkor, amikor több mint 300 millió forintot fordítunk útfelújításra, útépítésre, 30 millió forintot játszóterekre, melyekből egyébként szükséges lesz az óvodai játszótereket is felújítani és áttekinteni, tehát nem csak a város területén található játszótereket, hanem az óvodák kapuin belül is kitekintéssel kellene, mert a gyermekek ott törtik életük jelentős részét, vagy hétköznapjaik nagy részét. Tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor ilyen jelentős költségek, források állnak rendelkezésre, akkor a városnak nem okozhat gondot 2,5 millió forint támogatása erre a programra. Ennek a programnak, hogy a gyermekek vízhez szokatását elkezdik óvodáskorban a nagycsoportosok körében, különösen nagy jelentősége van. Nap mint nap halljuk, hogy az egészséges életmód mennyire fontos a rendszeres testmozgás. Ez ma már a általános iskolák tantervében napi rendszerességgel kötelezően jelen van, és van olyan iskola Hajdúszoboszlón, amely hetente kétszer viszi a gyermekeket úszni, és azt is tudjuk, hogy az állam az általános iskolában az alsó tagozatosok diákoknak az úszás oktatását támogatja, ott a szülőknek nem kell fizetni. Nem tartom jó ötletnek, és hogyha ez így kerül elfogadásra, akkor én azt mondanám, hogy talán vissza is vonom ezt a javaslatot, hogy 1 millió forintot ajánljunk fel a szociálisan rászorult gyermekek vízhez szokatására. Azért nem, mert ez nagyon komoly társadalmi feszültséget okozhat az óvodánkban. Ne különböztessük meg a gyermekeinket, hogy ki az, aki hátrány és ki az, aki nem. Ez nem az étkeztetésről szól, ez nem a tankönyvről szól. Azt gondolom, hogy ez egy jó tényleg cselekmény lehet a város vezetése részéről, hiszen a víz városában nem okozhat ilyen költségek, ilyen bevételek mellett gondot az, hogy 250 gyermeket ingyen szállítsunk és szoktassuk a vízhez, amely egyébként nagyon fontos lesz a későbbiekben, utaltam rá, hiszen az iskolában már a tanulással fogják kezdeni az első tanórákat. Én tisztelettel kérem polgármester urat, hogy ezt az 1 millió forintot módosítsa, és egészítsük ki még 1,5 millió forinttal a város költségvetéséből, és legyen ez mindenki számára egy elérhető lehetőség a város óvodáiban. Fontosak nekünk a gyerekek, fontos minden gyermek, ne tegyünk meg ilyen különbséget, hiszen az egészség mindenkinek jár és adható. Köszönöm. Egyébként a képviselőasszony azzal a különbséggel, hogy aki rászorult, annak kell adni közpénzből annak kell adni, aki rászorult, nem pedig mindenkinek, és aki rászorult, annak fogunk adni, mert egyébként az etátban kifejtett minden szavával egyetértek. Kocsis Robert képviselő. Egyébként én föntartom annak ellen, hogy képviselő esetleg visszavonná, én föntartom, mert én azt mondom, én nem vagyok ilyen bizonytalan, én határozott elképzelésem van, az pedig az, hogy ezeknek jár, ezeknek a gyerekeknek, akik hátrányos helyzetek. Úgyhogy képviselő azt mondja, ha meg inog-e tekintetben, hanem én tisztelettel bejelentem, hogy föntartom ezt az összeget. Kocsis Robert képviselő. Polgármester úr is említette, hogy 3 módosító javaslatunk volt, az egyiket már kellőképpen átbeszéltük. A másik 2 javaslatom pedig arról szól, hogy az előterjesztés tartalmaz egyrészt 325 millió forintot útépítésre, belterületi útépítésre, valamint tartalmaz 75 millió forintot a kertészeti telkek infrastruktúrájának kiváltására, hogyha vagy az a kertészeti telkek alatt lévő infrastruktúra kiváltására, azért, hogy azok értékesíthetőek legyenek.
Ez a tétel, ez 75 millió forint, a kettő együtt ugye 400 millió forintot jelent. Erre volt az az utalás képviselő asszony részéről, hogy soha ennyit még nem költött fejlesztésre, útépítésre a város, még választási évben sem. És a javaslatom azt, hogy ezt a 400 millió forintot ne költsük el erre a két célra. Pontosan azért, mert ugye itt elhangzott, hogy milyen nehéz idők jönnek, és milyen komoly gondokat okozhat a csökkenő állami finanszírozás a városnak, és az is elhangzott nem egyszer, hogy a város felelősen gazdálkodik. Ha pedig ez így van, akkor ezt a pénzt tartalékolni kellene. Nem volna szabad elkölteni mindjárt a ciklus elején, még ha ezek oly fontos beruházások is, amiket egyébként kétleg, különösen a kertészeti telkek kapcsán, hiszen ha jól tudom, akkor ez 10-11 telket értékesíthető telket jelent a jövőben, és ha mostani ingatlanállakkal számolunk, ez a 11 telek értékesítéséből valószínűleg nem folyik be 140-150 millió forintnál több, ha egyáltalán sikerül ezeket ennyire eladni. Na most, hogyha 75 milliót költünk erre a célra, és egyébként csak 150 millió bevétel várható, akkor én azt gondolom, hogy ezzel várhatunk még legalábbis. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig azt gondolom, hogy a város útjai bár mindig rászorulnak a fejlesztésre, de ez a pénz, ez sokkal jobban hasznosulna, hogyha valamiféle pályázati önerő alapot képeznénk belőle, vagy olyan tartalékot, ami a későbbi gazdasági fejlesztések megalapozását, előkészítését szolgálná. Ugye nem én kezdeményeztem azt a látogatást Debrecenbe, amit a képviselőtestület minden tagja megtett. A ipari fejlesztések tanulmányozása céljából. Na most, hogyha ez komoly volt, ez a szándék, akkor mindenképpen szükség lenne arra, hogy ilyen célra különítsünk el összegeket, hiszen ez a jövő fejlődésének alapja lehet. Hajdúszoboszló büszke arra, hogy eredményesen gazdálkozik, büszke arra, hogy megáll a saját lábán. Ha ezt így akarjuk a továbbiakban is folytatni, akkor előre kell gondolkodni, és ezt a 400 millió forintot nem szabad most egyszerre elkölteni, mert ez a jövőre nézve, én azt gondolom, felelőtlenség. És ezért kérem azt, hogy ezt az előterjesztésemet, vagy ezt a módosító javaslatomat a túloldalon ülő képviselő társaim is szavazzák meg. A másik módosító javaslatom ennél sokkal egyszerűbb, 30 millió forint van a beruházási keretbe játszóterek felújítására. Van a városnak a Szilfák alján, illetve a Bányász utcán nézőpont kérdése, hogy honnan vizsgáljuk ezeket az objektumokat. Két dühöngője, az egyiket ma már parkolóként használjuk, a másik még az eredeti funkciójában van, de lefelezve, lerekesztve, két ketrecre osztva, gyakorlatilag ott igencsak áldatlan állapotok vannak, mondhatjuk azt, hogy különösen ez az utóbbi szégyene a lakótelepnek, de a másikat is vissza lehetne állítani eredeti funkciójába úgy, hogy a nappali időszakban, délelőtt, délután, kora délután a parkolási funkció megmaradna az egészségház mellett, és délután, hétvégéken
esti órákban azt sportcéllal használhatnák a fiatalok, ugyanis a játszóterek felújításával a gyerekkorosztályra gondolunk, viszont amikor már a tizenévesekre kellene odafigyelni, akkor az ő energiáiknak a lekötésére nem fordítunk elég figyelmet. Ennyit akartam. Köszönöm. De most építjük az extra parkot 10 millió forintért, és ott majd lehet. Maros ügyőt képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt, tisztelt képviselőtársak. Hú, örömmel hallgatom Kocsis képviselőtársának, olyan, mintha ő lenne a körzet képviselője a lakótelepnek. Azt hittem, hogy október 12-én a körzetek elkeltek már, nem lesz itt hirtelen új választás, de örülök neki. Én, mint a körzet képviselője, nem támogatnám azt, hogy a körzetembe 10 millió forintot csak úgy odaérkezzen, ezekre a dühöngőknek a felújítására. Évekkel ezelőtt pont a járóbeteg ellátó centrum túlterheltsége miatt kellett ott a dühöngőt parkírozóvá kialakítani, mert hogy a nappali órákban annyi beteg és annyian érkeznek autóval, hogy nem tudnak parkírozni. Önnek ezt amúgy is látnia kell, mert ott lakik nem messze tőle. Ezt érzékelheti is, a Bányász utca is általában ezért van tele, de nincs ezzel semmi probléma. Azon kívül évekkel azelőtt, mikor felújították a Szilfákaja 33 előtti, mert hogy ezt pontosan úgy hívjuk, dühöngőt, akkor lakossági ellenérzés volt annak felújításában, lerekesztésében, mikor az előző képviselő kirakta oda a kosárpalánkot és mindent a lakosság, akkor folyamatosan ellene volt. Egy valamit meg kell szokni, képviselőtársam, hogy a lakótelep lakói kicserélődtek az évek során. Még a 80-as években fiatal kisgyermekesek éltek ott, manapság már nyugdíjas korosztályban, és nekik lakóközösségi térre van szükségük. Közös képviselő fórumot is tartottam megválasztásom óta, és a közös képviselők is elmondták, hogy milyen problémáik vannak a körzetet érintően, és ez fel sem merült a dühöngő. Folyamatosan azt hangzott, hogy nem szeretnének. Ott volt például a lakásszövetkezetnek a képviselő, és megmondta, hogy aláírás fognak gyűjteni, hogyha ez meg fog történni. Ők nem ezt szeretnék, ők azt szeretnék, hogy zöld, de terület lenne, és a gépjárműveknek az átjárhatósága oldódna meg, nem lennének ilyen zegzugos átjárók a Bányász utca és a Szilfákalja között mondjuk, és egyéb ilyen történetek nem lennének. Őket sokkal inkább zavarja az, hogy nincs egy zöld területük, és mondjuk a világítás hiányzik a Bányász utcának és a Szilfákalja közötti részen, pont annál a dühöngőnél, vagy a hőközpont előtt, és nem az zavarja őket, hogy a dühöngő rész megvan-e, hanem nekik játszótérre van, mert nagyon fiatal kisgyermekesek élnek ott, vagy nagyon idősek, és nekik közösségi olyan tér kell, pad kell, amivel le tudnak ülni, le tudnak menni beszélgetni, vagy még azt is felmerült, hogy sakkozni tudnak, kártyázni tudnak lemenni, mert hogy nekik az a tér, arra a térre van szükségük, és nyugalom. Ezt meg kell érteni, és nagyon szépen köszönöm, hogy gondol körzetemre, de köszönöm szépen, de nem kérném ezt a javaslatot, mint a körzet képviselője fenntarthatja, ez az ön javaslata lesz. Én nem fogom támogatni, én az ott élőkkel együtt akarok gondolkodni, és azt akarom, hogy az valósuljon meg, amit ők szeretnének, és nem ilyen ad-hoc módon történő, bedobott javaslatok lennének. Ezen kívül minden szavával egyetértek Majoros képviselőasszonynak, hogy az óvodák területén lévő beruházásokat is finanszírozni kell, erre pedig az intézmény felújítási keretben lévő összegeknél figyelni fogunk, megígérhetem, hogy a műszaki bizottságban is figyelni fogunk, és a pénzügyi bizottságnál is a keret felhasználásában figyelni fognak, hogy azokban a játszóterek felújítása és az óvodákon belül meglegyen, a mindennapos életüket ott élik a kisgyermekek. Azt gondolom, hogy ez egy jogos felvetés, mindenképpen ezt akceptálni kell. Azon kívül a hétvégeken meg szünetekben szükség van a játszóterekre, és mi gondolkozunk már azon, hogy olyan játszóterek is bevonásra kerüljenek, amik a peremkerületben találhatók, mert a peremkerületben élőknek pedig nincs megoldva semmiféleképpen az, hogy közösségi téren együtt lehessenek, és ne csak a saját kertjükben. Köszönöm. Igen, Orosz János képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én az útépítéshez két mondatot szeretnék mondani. Tehát az összefogás képviselő csoportja támogatta, hogy a peremkerületekben lévő utakat, utcákat, szilárdbulkattal ellátjuk, és ezt támogattam, illetve van még olyan, ami én körzetemben, és amely főúton járnak az emberek, ezeket szeretném, hogy meg lenne csinálni, nem az, hogy elvonjuk a útépítéstől a pénzt. A következő meg, hogy a
játszóteret, amit a Szent István parkban csináltunk, azt az én körzetemben lévő gyerekek nem tudják használni. Itt van egy autógumi, abban van egy kis homok beleszorva, egy hinta, meg egy nem tudom, valami, nem lehet kimondani, milyen játszóeszköz van. Erre kértünk pénzt, a 30 millió forintot, amit sokalt a képviselőasszony. Tehát szeretnénk azokat rendbe tenni, ezt választási kampányban is ígérte a testület. Ezen oldalán ülő képviselőcsoportja, hogy segíti a peremkeleteket, segíti a lakó jobb életkörülmények a biztosítását, és az utak, járdák felújítását ugyanúgy kérem, mint a belvárosban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Antalné Tardirén képviselőasszony. Két rövid észrevételem van. Az egyik a Majoros Petronella képviselőasszony által felvetett kéréshez. Csak annyi, hogy most visszaolvastam, hogy ön is azt írta a beadványában, hogy az előző évek tapasztalata alapján több szülő nem tudja vállalni ezt. Hát akkor azok, akik tudják vállalni, azokat meg nem kellene attól a lehetőségtől megfosztani, hogy ők ezt tegyék meg, hisz azt gondolom, hogy ez senkinek sem jelent akkora terhet, akinek megfelelő jövedelme van. Ezért én maradnék annál, hogy a szociálisan rászoruló gyerekeket támogatnám ilyenfajta programban. Köszönöm. A másik pedig az útépítés. Egy rövid mondat. Én azt szeretném, ha az útépítésre költségvetésbe betervezett keret nem elköltve lenne, hanem célszerűen felhasználva és minőségi munkát finanszíroznánk belőle. Köszönöm. Majoros Petronella képviselőasszony következik, tehát nem ilyen viszont válasz, hanem ő következik. Köszönöm a szót. Nem gondoltam, hogy ekkora vitát fog kelteni a vízhez szokatás témaköre, és hogy ez ilyen komoly problémákat vesz fel egy ekkora méretű költségvetésben. Ez a mindössze 2,5 millió forint. Én továbbra is fenntartom azon álláspontomat, hogy nem szabad különbséget tenni a gyermekek között. 5-6 éves gyermekekről van szó. Lehet, hogy sokan meg tudják finanszírozni a vízhez szokatás programjának költségét, mert jó magam is megfinanszíroztam, amikor gyermekem még óvodás volt, de azok a szülők, akik ezt megteszik, azok nagyon sok egyéb támogatással is hozzájárulnak az óvodák működéséhez. Tudok olyan óvodát, amely jelen pillanatban arra gyűjt pénzt, hogy a kerítését lefessék. A szülők fognak összefogni és festik a kerítést. Tehát nem gondolom, hogy azért, mert valaki nem rászorult szociálisan egy ilyen programban való részvételre, azért őket ilyen módon büntessük, hiszen egyébként ők meg sok esetben segítik az óvodák működését. Szó úgy gondolom, hogy 2,5 millió forint nem tétel a költségvetésben, ezt biztosítani kellene egy Víz nevű városban, ez a minimum, nálunk kisebb településeken is működnek hasonló programok, nem tennék különbséget gyermekek között. Az pedig egy másik történet, hogy az óvoda gazdasági irodája ezzel azért komoly feladatokat is magára kell, hogy vállaljon, és annak a helyzetnek is neki kell szembenézni, hogy ez most azért előítéleteket szülhet majd gyermekek, vagy akár szülők között, elsősorban inkább szülők között okozhat problémát és feszültséget, hogy az egyik gyermeknek fizeti a város, a másiknak pedig nem. Tehát én gondolom, hogy ebbe az utcába bele kellene futni. Igen, én erről a 2,5 millió forintról egyébként akár meg is győzhető lettem volna, vagy szívesen elvitatkoztam volna, de a képviselőasszony egyetlen bizottsággyűlésen nem jött el, ahol a költségvetést tárgyaltuk, se a Kulturális Oktatási Bizottsággyűlésén nem volt jelen, se a Pénzügyi Bizottsággyűlésén. Én képviselőasszony. Elnézést kérem, most nem tudom elmenni más egyébként. De most szerepet cseréltünk, mert azt nem tudnám, hogy szerepet cseréltünk. Én hadd mondjam el, én sem láttam közben. Tehát, hogyha eljött volna a képviselőasszony, akkor lehet, hogy meggyőzhető lettem volna. Nem jött el, a kérését is e-mailbe küldte el, így aztán semmilyen kontaktus nem alakulhatott, hogy megvitassuk, hogy jó-e, vagy nem jó. Beküldött egy levelet, és ezzel le is rendezte a problémát. El kell járni a bizottságülésekre, és ott komoly viták folynak bizonyos területeken. Holoda Attila képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtársak. Én a magam részéről nagyon örültem ennek a felvetésnek, a vízszokatás gondolatánál. Ha valaki, én biztosan tudom, hogy mennyibe kerül egy gyereket úszni, megtanítani, és aztán utána még egyéb dolgokra fordítani a pénzt. Ezzel együtt azért emlékeztetném a képviselő asszonyt arra, hogy az 1998 és 2002 közötti Fidesz kormány volt az, amelyik először különbséget egy gyerek és gyerek között, amikor a három gyerekesek számára
a teljes tandíj és egyéb mentességet bevezette, aminek alapján, ez ma is igaz, nagyon sok családnak még akkor sem, hogyha egyébként anyagilag megtehetné, nem kell hozzájárulni a különböző költségekhez. Én a magam részéről úgy vélem, egyetértve Antalné Tardéri hozzászólásával, hogy közpénzből azokat támogassuk, akik erre valóban rászorulnak, a többiek pedig nyugodtan a zsebükbe. Egy hajdúszoboszlóitól elvárható, hogy megtanítassa akár saját gyerekét úszni. A Kocsis képviselő úr hozzászólásában bizonyára én voltam nagyon nehézfejű, de nem igazán tudtam lekövetni, hogy mit is szeretne ezzel a 400 millió forinttal. Azon kívül, hogy elhangzott, hogy nehéz helyzetben leszünk, és tartalékot kell képezni, ami számomra egy kicsit ellentmond a jobban teljesít Magyarország célmondatnak. A másik pedig másik mondatában azt mondta, hogy sokkal jobban el lehetett volna költeni valamilyen támogatáshoz, pályázathoz, ön részhez. Most akkor költsük el, vagy ne költsük el, vagy csak azzal van a probléma, hogy az utakat fel akarjuk újítani, illetve új utakat akarunk építeni azokon a helyeken, ahol, ahogy elhangzott, egyáltalán nincs út. Ez számomra nem volt teljesen világos, hogy a képviselő úr megvilágítaná, hogy akkor most az elköltést vagy a tartalékolást célozza sokkal inkább, és hát bizonyára tud valamit, hogyha ilyen összegeket kell nekünk ahelyett, hogy fejlesztenénk, tartalékolni más célokra. Köszönöm szépen. Az élet nagy rendező, mert Kocsis Róbert képviselő következik a sorban, tehát neki adom meg a szót. Aztán Máté Lajos, Marosi képviselő és Kanizsai Béla, aztán lassan jó lenne esetleg lezárni. Hát arra reagálnék, amit Holda képviselőtársam mondott először, hogy ez a mindenképpen fajsúlyosabb kérdés. Én nem az útépítés ellen vagyok. Egyébként a korábbi testületi előterjesztésekre évekre visszamenően mindig úgy kezdődtek, hogy Hajdúszoboszlón minden út le van kövezve, tehát minden út pórmentes. Aztán én hívtam rá fel a figyelmet, hogy ez nem így van, tehát én ezzel tisztában vagyok. Épüljön ott, ahol útnak kell épülni. Én abból is hajlandó vagyok engedni, hogy ez az összeg, ez az általam 400 millióként megjelölt összeg, ennek egy része fordítódjon útépítésre. De ne forgassa ki, képviselőtársam, a szavaimat. Tehát én arról beszéltem, hogy az önkormányzatunk büszke arra, hogy felelősen gazdálkodik. Na már pedig, hogyha felelősen gazdálkodik, akkor ezt a pénzt, amit az évek hosszú során félretett az önkormányzat, egy jó kamatozó számlán tárolt. Hát milyen tartalékból? A tavalyi évnek a tartalék. Jó, rendben van, akkor a tavalyi év tartalékából, amit nem költöttünk el, akkor ezt a pénzt hasznosítsuk úgy, hogyha képezzünk egy tartalékot, ha tetszik, olyan esetekre, hogyha olyan pályázat kerül kiírásra, amihez önerő kell, legyen mit beforgatni a pályázati önerőbe egyszer, kétszer, pedig hogyha valami gazdaságfejlesztési elképzelésünk van, amihez mondjuk területet kell vásárolni, mert a városnak nincsenek ilyen területei, képviselő úr, vagy egyéb költségek merülnek fel ilyen téren, akkor legyen mihez nyúlni. De én egyebet nem akartam mondani, és ne magyarázom bele a mondani valomba olyat, ami nincs benne. Erről volt szó, ez volt a szándékom. Köszönöm. Ja, igen, a másik dolog a rühöngőkkel kapcsolatban, valóban én ott lakok a szomszédban, ebből az következik, hogy nem csak akkor járok ott, nem csak akkor látom a körzetet, amikor képviselő úr, amikor képviselő úr a közös képviselőkkel, meg a fórumon résztvevőkkel találkozik, hanem olyankor is, amikor ott az ottani fiatalok
élik a mindennapjaikat, és igen, használják játékra, sportolásra vagy a egészségház melletti parkolót is. Ha visszagondol rá, úgy fogalmaztam, hogy azt kettős célra lehetne használni. A leírtakban is így volt megfogalmazva, és a szóbeli hozzászólásomban is erről volt szó. Azt be lehetne keríteni oly módon, hogy parkolásra használható legyen. Ez szerintem kis fantáziával elképzelhető. Ez az egyik dühöngő, a másik pedig az adja magát a kérdés, és hogyha ön is belegondol, azok a kisgyerekes családok, akik most még a játszóteret igénylik, néhány év múlva lehet, hogy más jellegű sportolási lehetőséget, mozgási lehetőséget fognak igényelni, és nagyon sajnálom, hogyha azok az állapotok önt nem zavarják, amik ott vannak a Szélfákaja 33 szám alatt található dühöngőbe, mert azok bizony elég szomorúak, és azt is tapasztaltam, ha szabad visszautalni Váradi képviselőtársunkra, ugye neki volt mindig ez a szavajárása, hogy jártam a helyszínen. Többször megfordultam ott olyankor, amikor zsúfolásig volt az a dühöngő, és nem fértek el azok a gyerekek, és nem tudtak akkora területen játszani labdajátékokat, amit szerettek volna, mert le van felezve a dühöngő, és az kevés. Tehát ezért mondom, hogy ki lehetne ezt találni, és nem kell feltétlenül 10 milliót fordítani, fordítsanak rá, amennyit akarnak, vagy amennyibe kerül, vagy csak az egyikkel foglalkozzanak. Nyilván ez csak egy javaslat. És hogyha ő nem tartja fontosnak, nyilván ez az ön felelőssége. Köszönöm. Igen, én már 20 éve vagyok itt polgármester, és hát ugyan a szerintenségnek a képviselők közreműködésével a gazdálkodást mindig jól kézben tartottuk, így lesz ez ezután is. Tehát, hogyha ezt elköltjük, ettől ez a város nem fog csődbe jutni. Én a fegyelmezett gazdálkodás híve vagyok, addig nyújtózkodunk, ameddig a takaróért. Ebből a takaróból még kifutja a fejlesztési rész is. Meg egyébként is vannak terveim a jövőre nézve. Két tétel például itt van. Az egyik a 200 millió forint, ugye te is sajtótájékoztatót tartottál az országgyűlési képviselőnkkel tavaly áprilisban, hogy ezt megkapjuk. Most azóta már megint eltelt egy év, hát csak megkapjuk már. Az is büszkén be lett jelentve, hogy de már kaptunk 160 millió forintot, azt meg Petronella is bejelentette valahol, valamelyik internetes fórum, hogy már kaptunk, azt is vegyük figyelembe, azt meg remélem nem veszik vissza. Ha ezt a kettőt összeadjuk, most 360 millió forint tartaléka van a városnak, csak megkapjuk után, vagy te is lemondtál róla, mert szomorú lenne, hogyha te is lemondtál volna, mert én például nem mondtam le, csak a várok türelmesen. De van egy mondás, ezt nagyapám mondta, hogy tűrte János, ameddig tűrhette, és utána már nem tűri majd. Most még a tűrés kategórián belül vagyok, mert én nem szeretem, hogyha egy kormány ígéreteket tesz, és azt nem tartja be. Nem szeretem, hogyha a magyar politikai élete vezetői úgy mutatnak példát, hogy ígéretüket nem teljesítik. Nem szeretem, ha becsapják az embereket. Én nem csaptam be az embereket. Elvárom, hogy engem se csapjanak be. Nekünk ezt megígérték, én ezt kérem, sőt követelem. Most csak kérem, majd lesz idő, amikor erőszakosan követelem. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ez az útkérdés. Kérem szépen, mindenkinek végül is a maga igaza megvan. Igen, Hajdúszoboszló városa gyakorlatilag 100%-osan szilárd burkolatú úttal van ellátva, ha jól tudom, 98% körül van ez a mutató. Egyetlen utcát tudok, az Ötös utcát a Bánomkertbe, amely nincs ellátva semmilyen módon. A vita ott van, hogy természetesen vannak utcarészek, zugok, amelyek nincsenek ellátva szilárd burkolatú úttal, azokat is meg kell csinálni. Másrészt vannak olyan utcáink, útjaink már, amelyekre, hogyha ráhajtunk, akkor el kell gondolkozni, hogy úton járunk, vagy nem úton járunk, ilyenek is vannak, nem nagy számban. Egyébként, ha valaki figyeli a városba, és összehasonlítja más településsel, merem vállalni az összehasonlítást, akkor láthatja, hogy itt azért az utak többsége viszonylag
a magyar körülményekhez képest elfogadható szintű. Sorba gyűlnek a jelenkezők. Én azt javaslom, hogy egy picit koncentráljunk erre a tájra, és akkor talán egy kicsit kevesebb érzelemmel hamar túljuthatunk már ezen, hisz mindannyian úgy is kezdtem, mindannyian elfogadjuk most, hogy formálisan hányan szavazzák meg, azt nyilván nem tudom, de hogy a többség ezzel egyetért, sőt szinte mindenki egy-két tétel kivételével a tekintetben biztos vagyok, úgyhogy egy kicsit túlhúzzuk ezt a vitát, és talán már az indokoltnál többet ragoztuk, egymás idegeit is borzoljuk néha. Ne borzoljuk, legyünk jóban egymással. Máté Lajos képviselő. Attól még a véleményemet egyébként elmondom, akár a kormányról, akár másokról. Szépen a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület. Én nem polemizálni szeretnék, de a dühöngőkkel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Természetesen ismerjük azt az összefogás képviselőcsoportjában, hogy a fiataloknak lehetőséget kell adni a mozgásra, de azt is tudomásul kell venni, hogy erre a lakótelepek ma már nem feltétlen alkalmasak, mert van, akinek valóban ilyen igénye van, van, akinek meg a nyugodt pihenésre van igénye. Ezért sokkal inkább úgy közelítenénk meg a dolgot, hogy azok az általános iskolák, amik sportpályával rendelkeznek, tanítási időn kívül, illetve hétvégén közösségi célokat is szolgálhassanak. Jó példa erre akár a Volt 3-as iskola sportpályája, vagy a Göncinek a Kossuth utcán lévő pályája, ezeket meg lehet nyitni. Alapvető feltételeket nyilván teljesíteni kell, hogy ott a vagyonbiztonság és egyáltalán a biztonság az szavatolható legyen, de ez lehet, hogy még 10 millió forintba se kerül. Én nem gondolom, hogy a lakótelepekre kell ezeket a sportpályákat oda tenni. Egyszerűen ki kell nyitni az iskolák pályáit. Ilyen egyszerű ez. Köszönöm. Maros Ügyő képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak. Kocsis képviselőtársamnak mondanám, hogy igen, ön is ott jár abban a körzetben, igaz a körzet 6-os oldalán, vagyis a 6-os választókörzetben él, de ön is minden napot jár el, én is minden nap, ugyanúgy látom a gondokat, ugyanúgy tudom, és egy szóval sem mondtam azt, hogy nem kellenek a dühöngők. A dühöngőkre, ahogy ön elmondta, majd lesz szükség, mikor feljönnek az olyankorú gyerekek, mint az ön gyerekei, nekik szükségük le. Hát igen, persze, 5 éves gyerekek azok. Képviselőtársam, én se szóltam bele az ön beszédébe, ha megtenné, hogy betartná a parlamentáris demokráciának a elveit, azt rendesen megfogadnám, vagy örülnék neki, hogyha ebbe boldogulnánk. Ezen kívül igen, kellenek, és nem egy évből áll ez a ciklus, hanem 5 évből. Most úgy döntött, úgy fogunk dönteni, ha minden igaz a költségvetés elfogadásánál, hogy a kisgyermekesekre fogjuk fektetni a hangsúlyt, és azon kívül az extrém pályába a fiatalokra fogjuk, és a játszóterek felújításánál, vagy képviselőtársam is fogja látni azt a javaslatot, ami a hivatal részéről jön, és pont azt a körzetet érintheti, hogyha úgy fogunk dönteni, ami már a felnőtteknek, vagy a felnőttebb gyerekek boldogulását is fogja elősegíteni, pont egy olyan helyen, ahol önök, vagy Szandai Kázmér és Erdély Gyula a képviselőtársam akkori képviselők javaslatára, az ön által vezetett sportbizottság lebontatott egy játszóteret, és pontosan önök voltak azok, akik hagyták azt, hogy dühöngők szűnjenek meg. De nincs ezzel semmi probléma. Azon kívül meg hallgatom azt, hogy mint az igazgatási bizottság elnöke, képviselőtársam olyan javaslatokat tesz, hogy a felét ide rakjuk, a felét oda, az SMS feketén-fehéren kírja, szerda 12 óráig lehet módosító javaslatot tenni. Ő beadta azt hozzá. Igen, de ő nem azt adta, hogy 200 milliót rakjál útfelújításra, kettőt meghagyjunk önerő alapra. Most azt mondta a képviselőtársam, hogy ilyen javaslatot is el tudna fogadni. Nincs ilyen javaslat. Nem lehet módosítani a költségvetést. A szervezet és működési szabályzatunk 2008-ban történt változtatása óta nincs ilyen javaslat ennek a tételeknek az ilyen irányú csoportosítására, szétbontására, csak arra van, amit ön leírt. Innentől kezdve csak ezt lehet figyelembe venni, és hát ez alapján kell szavaznunk. Amúgy köszönöm szépen az észrevételét, hogy elmondta, én is jártam, én is ismerem azt a környéket. Holnap is megyek a Szilfákolya 33 elé, ahol meg kell nézni bizonyos problémákat, tudom, hogy mi a probléma. Köszönöm, nem kérem az ön segítségét. Nézze meg,
hogy hol tud máshol segíteni. Lehet, hogy hatékonyabban fog majd működni, lehet, hogy a belvárosban is szétnézhetne, lehet, hogy most már nyitott, jobban tud nyitott szemekkel járni. Köszönöm. Na, nyugalom uraim, Karizsai György Béla képviselő. A szó még ketten vannak, aztán ha csak jelentkeztek, akkor én megkérdezem majd, hogy nem kellene lezárni a vitát. De akkor most még a Kanizsai képviselő, a Majoros képviselő és Kocsis Robert jelentkezett. Aztán én azt javaslom, hogy valamiféle önkontroll gyakorolván, akkor jussunk el rájuk, hogy szavazunk a költséget is. Köszönöm a szót, polgármester, hogy én ígérem, hogy nagyon rövid lesz a kérdés, tájegyszerű. Az útfelújításokkal kapcsolatosan ugye tavalyi évben 245 millió forintból 13 utcát újított fel az önkormányzat, és emellett még közel 20 utcának a tervét készítette el. Tehát ezek a tervek, mivel egy-két évig élnek, maximum 2-3 évig, és ha most megvan rá a fedezet, akkor miért ne építenénk ezeket meg, hiszen azt gondolom, hogy a kampányban ezt mindenki megfogalmazta, hogy mely utcákat célszerű felújítani, és még lehet, hogy elég se lesz az összeg, hogy az összes utcát felújítsuk. Úgyhogy én a útszennyezésekkel kapcsolatban nem fogom támogatni, hogy helyezzük át másik kalapba. Ha most van rá pénz, és a terveket 12-15 millió forintért megcsináltattuk, akkor azt gondolom vétek lenne ezeket most nem felújítani. A dühöngőkkel kapcsolatban pedig csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy én sokkal inkább támogatnék egy olyan hosszú távú tervet vagy javaslatot, ami a gyerekeket beterelni a hivatásos sport életbe. Tehát azt, amikor vannak itt Hajdúszoboszlón egyesületek, úszás, labdarúgás, tollaslabda, nagyon sokféle sportegyesület van, birkózó akadémiánk van, box akadémiánk van, tehát nagyon sok lehetőség van, hogyha inkább a hivatásos szervezett sport életbe terelnénk be őket. Kicsikorban nyilván ezt el lehet ugyan kezdeni, de a játszótörekre szükség van, de azt, hogy most itt ilyen bandázódásnak gyengesedés elinduljon a városba, ennek egyszer és mindenkor azt gondolom, jól tette akkor az önkormányzat, amikor ezeket megszüntette, hogy elejét vette. Ha most meg fog épülni például az extrém sportpálya, akkor ezzel tehát a fiataloknak azon rétegét is ki fogja tudni szolgálni a város, akit eddig nem tudott megszólítani, és minél többen a szervezett sportéletbe vegyenek részt, sokkal egészségesebben fognak felnőni ezek a gyerekek, illetve valamilyen szintű nevelést is kapnak az egyesületekben, ami nagyon fontos szerintem a mai világban. Köszönöm szépen! Majoros Petra, a képviselő szerint üdvözlöm! Azt gondolom, hogy lassan cirkuszba és egymás sértegetésébe torkolik ez a mai műsor, hogy ideje lenne befejezni szerintem. Csak annyit szeretnék helyreigazításképpen mondani, hogy nem igaz, hogy nem egyeztettünk polgármester úrral, hiszen telefonon beszéltünk ezzel a nagyon nagy körítéssel. Megkérdeztet, hogy megkaptam az e-mailt. És utána felhívtam polgármester urat, és egyeztettünk erről a programról, amikor ugye a polgármester úr meg is egyezte, hogy ő csak a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket kívánja támogatni, amivel egyébként én továbbra sem értek egyet. Tehát csak helyesbítenék, hogy beszéltünk, ez nem igaz, és arról is egyeztettünk, hogy igen, valóban e-mailen fogom küldeni a beadványt, mint ahogy egyébként a bizottsági anyagok, a testületi anyagok is e-mailben jönnek, ez így azt gondolom elfogadható, nincs ezzel semmi probléma. Egy hölgynek mindig igaza van, attól függetlenül fenntartom, hogy el kell járni bizottságülésekre, nem szoktál nagyon sok bizottságülésről hiányzani és városi rendezvényekről, és akkor bedobod ezeket a témákat úgy, hogy nem is lehet megvitatni. Kocsis Róbert képviselő úr. Amire utalt Maros képviselőtársam, ugye ez a ominózus Major utcai valamikor kalandjátszótérnek nevezett Major Kölcsei részen lévő kalandjátszótérnek nevezett, bocsánat, nem, Isonzón, azt hiszem az Isonzón volt, igen, játszótérről van szó. Ugye ez valamikor a 80-as években készült, a Galánfi úrnak a kezemunkáját dicsérte, de hosszú évek során leromlott, nem lett felújítva, más célra használták már a nagyobb gyerekek, fiatalok, ott mindenféle nem kívánatos tevékenység jelent meg, és ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy megszünteti ezt a játszóteret, de nem a
mi bizottságunk kezdeményezte, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig sajnálom, hogy itt a teritoriális érzékenységét megsértettem, hogy olyan dologba szóltam bele, ami a körzetének a határain belül van, és ezzel a lelkébe gázoltam. De szeretném felhívni a figyelmet, amit ön is nagyon jól tud. Én listás képviselő vagyok, tehát nekem nincsenek olyan körzethatáraim, amin csak belül gondolkodhatok. Bárki egyébként ugyanezt megteheti a helyembe, csak a jó szándék és a javító szándék mozgatta a hozzászólásomat. Úgyhogy én ezzel le is kívánom zárni ezt a kérdéskört. Köszönöm. Ez így jó is lesz, hogyha lezárjátok. Lőri, még mindig? Le kéne zárni. Jó, akkor több hozzászóló nincs, ezt most kijelentem. Mert most már a sarkamra állok. Tessék, akkor köszönöm rövid légy szíves, és kímélem a kocsis képviselőt. Igen, kímélem én, hát a régi kapcsolatra való tekintete, kímélem én képviselőtársamat. Én örömmel vettem segítő szándékát, a jövőben is örülnék, hogyha egyeztetne velem, amit lát, átküldené e-mailen, vagy telefonon átadná, megírná, vagy mondjuk eljönne a pénzügyi gazdasági bizottság, ami most már gazdasági bizottság ülésére, és ott elmondaná, és közösen gondolkodva ezt meg tudnánk oldani, és nem kellene ilyen erőszavakat használnunk. Na, eljutott. Robi, most már akkor légy szíves te is. Tehát akkor lezártuk a témát és szavazhatunk. Akarod-e, hogy a te indítványodról külön szavazunk? Nézd körül. Pedig a fordítottját akartam volna, hogy nézd körül. De... Jó, akkor egyszer mondd el, hogy miről kér szavazást, mert az tényleg, most nem viccelek, az nehezen áttekinthető, hogy tedd fel részes a kérdést, és együtt szavazunk rá. Azt egyszerűen, akkor a máj, de mert nálam nincs itt. Felkészületlenül érkeztem az ügyet. Valakinél van egy? Nálam is van. Akkor én most már fölmondok Mert hogy ezt tegnap kiosztották bizottságülésen, félrét és ne essék, hogy azt gondolná valaki, hogy ez el van viccel, de tegnap bizottságülésen kiosztották, és én ezt természetesen láttam, hisz egy picit türelmet kérek, és erről beszéltünk is, tehát ez nem azt jelenti, hogy ne tudnánk. Igen, az első, ki az, aki világosan kifejtette képviselő, hogy visszakéri azokat az alapokat, amelyek nála voltak. Tehát aki ezt támogatja, az igennel szavaz, aki nem, az nem. Négy igen, nyolc nem, és nulla tartózkodás mellett. Azt is kéri a képviselő úr, hogy ha jó szerint nézem, te egy métert nem akarsz utat építeni. Mert minden... Az, igen. Hogy innentől tudok engedni, azt mondom, hogy a képviselő, hogy nem lehet. Na de várját, ez azért mégse alkú kérdéseit, úgy. Értem? Így van. Ha lejutok, szerintem. Jó, akkor ott ez a második bekezdés, én felolvasom, és akkor túlzottnak tartom az idei költségvetésben elérjezett 325 millió forint belterületek felújítására, kérem ennek tartalékba helyezését. A kertészeti telekre fordítható 74,6 millióval kapcsolatban is ezt javaslom. Az így kialakult 400 milliót, hát csak nem akarsz utat építeni, az önkormányzat tartalékolja pályázati önerőre, illetve gazdaságfejlesztési elképzésekre. Ki az, aki ezt a javaslót támogatja? Két igen, kilenc nem és egy tartózkodás mellett azt javasolja még a képviselő úr, hogy a játék vagy a játszóterekből 10 milliót a lakótelepen található két dühöngő felépítésére vagy átépítésére adjunk át. Ki az, aki ezt helyesli?
4 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadtuk, és ki az, aki a költségvetést, majdnem a legfontosabbat kihagyta. Mert annyira biztatnak itt, hogy most már szünet, hisz ilyen sokáig nem szoktunk ülésezni, és most ez majdnem maratoninak tűnik. Tehát ki az, és még nincs vége, igen. Ki az, aki a költségvetést elfogadja? Ebben mindenben van, rendelet, táblázat. Tizenkettő igen, nem is tartozik. Én köszönöm a fideszes képviselőtársaimnak is, legyünk ennyire jellemesen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselőtársaim, határozatképes létszámban vagyunk itt, úgyhogy az ülésünket folytatjuk. Következik a 5. napi rendi pont, vezérigazgató urak. Urak, ti urak, gyertek közelebb. Igen, kénytelen vagyok egy kis humort is belevinni, mert túl feszültnek érzem a hangulatot. Nem voltunk mi ehhez hozzászokva, úgyhogy azt javaslom, hogy egy kritikus, de barátságos hangnemet folytassuk tovább is. Mert hogy végül is, hát az nem baj, ha a nézetek különfélék, a szavazás meg mindig eldönti, hogy melyik az irányadó. Én mind a 3 következő napi renddel kapcsolatban azt ajánlom, hogy mivel bizottsági üléseken tényleg részletesen kiveséztük, ha lehet, akkor katonásan csináljuk. Természetesen senkiben nem akarom a szót belefolytani. Vezérigazgató úrnak van valami mondandója? Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, ahogy a bevezetőben polgármester úr is említette, a bizottsági üléseken 2 alkalommal is terítéken volt az anyag, a bizottságok instrukciói alapján kiegészítettük, illetve megfelelő magyarázattal is elláttuk azokat a táblázatokat, amelyeket még a bizottság kért, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az elvárásoknak megfelelően sikerült kidolgozni, illetve a tegnapi nap során még a bizottságban is részletes vitája volt. Én érdemi kiegészítést nem kívánok. Köszönjük szépen, Marosi elnök úr! Szót tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak, a gazdasági bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta a Hungaroszpa ZRT 2015 évi üzleti tervét, és egyhangulat támogatást javasolja. Kállai elnök úr! Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársaim! A Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a Hungaroszpa hajléktalanul ZRT 2015 évi üzleti tervét. Igen, és Máté Lajos képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, a Turisztikai Bizottság megtárgyalta a Hungaroszpa hajléktalanul ZRT 2015 évi üzleti tervét, és a jelenlévő képviselők egyöntetően támogatták azt. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Kinek van a kérdése? Antalné Tardirén képviselőasszony. Nem kérdezni szeretnék, köszönöm a szót. Egy felügyelőbizottsági véleményt szeretnék tolmácsolni. A Hungaroszpa részvénytársaság felügyelőbizottsága az üzleti tervet megtárgyalta, és optimistán nézünk a jövőbe. Bízunk abban, hogy ez az árbevétel, amit terveztek, realizálódik, és reméljük, hogy a költségeket takarékos gazdálkodással sikerül alacsonyabb szintre szorítani, és így akár jobb eredményt is elérhetnek. A felügyelő bizottság ezt az üzleti tervet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm. Na akkor most kérdezem meg, kinek van kérdése? Ki kíván hozzászólni? Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenkét igen, nem is tartózkodás nélkül fogadtuk el. Köszönjük vezérigazgató úrnak. A turisztikai közhasznú non-profit Kft. Van kiegészítés volt? Nincs? Nincs. Én tudtam. A bizottsági vélemények van-e? Marosi György képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak.
A gazdaságbizottság tegnapi ülésén az előterjesztést a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi évéről 8 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta. Igen, Máté Lajos elnök úr. Szóval tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, a Turisztikai Bizottság is megtárgyalta a társaság üzleti tervét, és a valamennyi jelenlévő tag egyetértett vele. Köszönöm. Kála István elnök úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársaim, a Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést. Kanizsai György képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester, tisztelt képviselőtársak, a Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága is megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadást megszólja. Köszönöm szépen. Kérdése van-e valakinek? Ki kíván hozzászólni? Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Következik a városgazdálkodás. Most nem az anyag miért, de most mi a pontos cím a cég? Jó, mert hogy nem így van írva. Jó, én csak úgy szerettem volna a tudásomat csoportosítani, ezért kérdeztem meg, hogy hogy is van ez. Tessék, van kiegészítő? Nincs, köszönöm szépen. Marosi elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak! Tegnap ülésén a Gazdasági Bizottság kiegészítéssel 7 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta, a kiegészítés pedig az a része, hogy azzal a módosítással ért, hogy a 2015 évi április hónapban az ERT tanulmány készítsen elő a képviselőtestület részére a cégénél képződő eredménytartalék hatékony felhasználásának lehetőségéről. Ezzel a kiegészítéssel tovább, hogy mondom, 7 igen, egy tartózkodás mellett támogatja. Kállai elnök úr. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársaim, a Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta és egyhangulag támogatta. Mártéban is elnök. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőt, a Turisztikai Bizottság is megtárgyalta a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2015 évi üzleti tervét, és a Gazdasági Bizottság elnökének kiegészítésével elfogadta azt, valamint elfogadásra ajánlja az esküvetnek is. Orosz János úr, a Felügyelő Bizottság elnöke. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal támogatja a Városgazdasági Nonprofit Zrt.-nek a 15 évi tervét. Köszönöm. Kérdése van-e valaki? Kíván-e valaki hozzászólni? Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenkét igennel és tartózkodás nélkül fogadtuk el javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására. Marosi elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak. A Gazdasági Bizottság tegnapi ülésén 7 igennel támogatta a javaslatot. Kállai elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársaim. A Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság egyhangú szavazattal elfogadta a rendelt tervezetet. Igen, Kocsis Róbert elnök úr. A bizottságunk elfogadta és támogatta a rendelt tervezetet. Köszönöm szépen. Kérdése kinek van? Jónás Kálmán képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Itt olvasom az anyagban a törvény és a kormányrendelet változása és kikényszeríti a helyi rendelet módosítását. Kiemelten fontos, hogy bővítsük az elkülönítetten gyűjtendő hulladékok körét. Úgy látom, hogy a lakosság jó részénél már bevett gyakorlat a műanyag és a papírnak a szelektív gyűjtése. Viszont nem találom a rendelet tervezetben, hogy a háznál történő begyűjtést ki szeretné bővíteni a cég a sokkal értékesebb fémhulladékra, vagy a üvegtermékekre, a üveg árukra. Valamint a 30. paragrafusban meghatározott zöld hulladék begyűjtése is csak általánosságban van megfogalmazva, annak nem körvonalazódik a gyakorlati begyűjtésnek a módja, hogy ezt hogy tervezte az ERT.
Ezek a lényegű nagyjából a kérdésem. Köszönöm szépen. Igen. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület. Valóban, ahogy a képviselő úr megfogalmazta, a rendelet tervezett, reményeim szerint későbbiekben, mint rendelet. A minimális szintre törekedett a szabályzásban, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljünk. A részletszabályokat nem szükséges rendeletben szabályozni. Ezek a szolgáltató hatáskörébe tartozik az, hogy milyen módon oldja meg. Jelenleg a városban elkülönítetten gyűjtjük házhoz menő formában a műanyagot és a papírt. Gyűjtőszigeten gyűjtjük továbbra is az üveget, és a rendelet elfogadása után kiterjesztjük ezt a fémhulladékra is. A hasznosítóval megállapodást kötöttünk, ezt a hónap elején sikerült aláírni, hogy a alumínium doboz, tehát itt a italos dobozokra gondolunk, és a PET, tehát a műanyag egybegyűjthető lesz a jelenleg érvényes szerződésünk szerint, mivel most is válogatáson megy keresztül a műanyag, hiszen mi vegyes műanyagot gyűjtünk, ez azt jelenti, hogy csomagolási és PET műanyagot, egybegyűjthető lesz, tehát így megoldódik a fém. A gyűjtése. Az üveget továbbra is, ameddig más törvény előírás nem lesz, gyűjtőszigetet gyűjtjük. Érthető okok miatt annak a zsákos gyűjtése házhoz menő módon nem megoldható, hiszen balesetveszélyes, ha összetörik az üveg, a zsákot szétvágja. Amennyiben pedig kukát helyezünk ki az ingatlanokra, annak érdekében, hogy az üveget ebbe gyűjtsük, azoknak a visszagyűjtése csak gyűjtőjárművel lehetséges, mert nem tudjuk másképpen üríteni, az pedig gazdaságilag jelen állapotban viselhetetlen. A zöld hulladékra pedig szintén a jogszabály, a készülő jogszabály, tehát a helyi rendelet csak általánosságban fogalmaz meg, a minimum előírásnak megfelelünk jelenleg az átrakkón, a Nádudvari úton, lakosság által kiszállítható módon ingyenesen 2 köbméterig a jelenlegi szabályozás szerint elhelyezhető a zöld hulladék. A terveinkben az szerepel, ez nyilván majd későbbi egyeztetések az irodával és természetesen az illetékes bizottságokkal, hogy a háznál történő komposztálást hogyan tudjuk elősegíteni komposztáló berendezések kihelyezésével. Nagyjából ebbe a két irányba gondolkozunk, hiszen a jogszabály abban az esetben, ha a házhoz menően gyűjtjük a zöld hulladékot, akkor ott csak a biológiailag lebomló zsákot engedi jelen pillanatban, ami a költségeket jelen állás szerint olyan szintre emelni, ami tarthatatlan. Tehát az elképzelésünk az, hogy támogatjuk, segítjük a háznál történő komposztálást, ez nyilván a kertes területeken jól megoldható, valamint az ingyenes elhelyezést a hulladékudvaron, ahogy egyébként ez most is történik. Köszönöm szépen. Kanizsai György képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak. Két rövid kérdésem lenne. Az egyik az, hogy ha jól értelmezem az előterjesztést, akkor az a, lehet, hogy nincs is benne pontosan így szó szerint, de hogy az a korábbi ígérete az önkormányzatnak, illetve a korábbi olyan jellegű döntés, ami arra vonatkozott, hogy két idős, nyugdíjaskorú, egyedülálló, szomszédos környezetben lakók továbbra is vehetnek egy matricát, ez éle még a továbbiakban is. Csak azért kérdezem, mert tőlem is sokan kérdezik, és legalább akkor a televízió útján is tudjuk őket tájékoztatni. A másik pedig arra vonatkozna, hogy amit korábban már feszegettünk témát, hogy azok, akik nem vásárolnak matricát, tehát használják az ingatlant, ott laknak, vagy csak egyszerűen használják, és nem vásárolnak, hogy velük milyen szankciót, vagy mit lehet egyáltalán tenni. Itt benne van az anyagban több helyen is, hogy az ingatlan használó jogosult és köteles igénybe venni, hogy ez egy kötelező közszolgáltatás. És azért itt elhangzott a bizottságüléseken többször is már olyan észrevételek a képviselők részéről, hogy bizony ők is tudnak, illetve mondják az emberek, a körzetben lakók, hogy ő se, meg ő se vesz matricát, sose egyik évben se. Hát ez azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kellene oldani ezt a problémát. Ha más nem, akkor remélem, hogy a július 1-ével életbe lépő új hulladékgazdálkodási törvény valamilyen módon ezt meg fogja oldani, legalábbis bízom benne. Hát én is azt gondolom, hogy méltatlan ez, hogy valakit egyszerűen megengedik maguknak, hogy nem vesznek matricát, ugyanúgy termelnek hulladékot, valamilyen módon eljuttatják. Illetve a másik probléma pedig nyilván ennek egy költségvetési oldala, hiszen ha csak mondjuk 1000 ingatlan használó nem veszi meg az éves matricát, az mindjárt 20 millió forint kiesés, miközben az önkormányzat
100 millió forintnál is többel támogatja a hulladék kezelést. Úgyhogy erre a problémára mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen. Igen. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Az első kérdésre ez egy, mondjam, lehet, hogy volt ilyen ígéret, hogy ezt a problémát kezelni kell, én nem nagyon látom, hogy ez hogy lehetne. Én a következőt tudom, ez a rendelet most nem tér ki a kormányrendeletben július 1-től, kormányrendelet által július 1-től szabályozott különböző űrméretű edényzetek biztosítására, hiszen annak még nincs itt az ideje, mondjuk úgy, tehát annak az előkészítése majd a későbbi hetek, hónapok folyamán fog megtörténni. Ennek a kérdésnek, tehát az olyan ingatlanok, akit egyedül használnak, vagy nyugdíjasok, ezeknek a kérdését akkor tudjuk rendezni, a jogszabály is ezt így írja elő. A másik, hogy egyébként pedig most is van a helyi rendelet, most is lehetőséget ad, akik jövedelmi viszonyai jönnek, azok nyilatkozattal 50%-os mentességet kapnak, ez mindenki által ismert, és ez most is működik. A másik kérdés, az pedig a nem fizetőkre vonatkozik. Nyilván a jogszabály annyit tehet, hogy kötelezően előírja, és ez kötelező közszolgáltatását teszi, és aztán annak, akik ezt nem veszik igénybe, ennek vagy ezekkel szemben a díj behajtása, az egy technikai kérdés, hogy úgy mondjam, és ez a szolgáltató feladata. Tehát, mint ahogy korábban már ennek a képviselőtestületnek a bizottságai előtt erről beszéltünk, lezárul gyakorlatilag a hónap végén a matricavásárlási szezon, utána elkészítjük a szükséges kimutatásokat, és felkeressük azokat az ingatlan használókat, akik nem váltottak matricát, nyilván ez a keletik többsége ennek hatására meg fogja venni, akik pedig nem, azokkal szemben pedig hatósági úton, azon nem a szolgáltatóra tartozik, hatósági úton lehet, és nyilván én bízom benne, hogy fognak is eljárni. Köszönöm szépen, Harsányi képviselő. A szót, polgármester úr. Én a zöld hulladék szállításával kapcsolatban szeretnék javaslatot tenni. Elgondolkodható számomra az, amikor egy bizonyos telekméretnél a fűnyíróból kiöntik, a gyűjtőkosárból kiöntik a kukába a füvet, és ugye ezt a füvet a kommunális hulladéka el kell vinni például vagy Nádudvarra, vagy Debrecenbe. Egyrészt ez plusz költséget jelent, az úti költség, szállítási költség, plusz a lerakásnál az illeték a díj. Jóval nehezebb ugye a fű, mint egy papír hulladék, és így jóval többet kifizetünk, ugye tonnánként ez több ezer forintot kitesz. El kellene gondolkodni azon, hogy ugyanúgy, mint a szelektív hulladék gyűjtésnél, legyen egy kuka a fűszállításra, és akkor a füvet csak az átrakó területre kell kiszállítani, és külön egy járművel ezt gazdaságosabban meg lehetne oldani. Talán még az önkormányzatnak sem kerülne annyiban, mint elszállítjuk messzebbre, illetve lerakási díjat, illetéket fizetünk. Az elképzelés és a képviselő által megfogalmazott, akár még mondhatnám, hogy hasznosítható ötlet is, de sajnos ez nem így van. Tehát technikailag ez egy ennél, különösen a zöld hulladék esetében, mindegyik szelektív vagy elkülönítettet gyűjtőnél, különösen a zöld hulladék esetében ez egy sokkal bonyolultabb és komolyabb előkészítést igénylő és átgondolást igénylő kérdés. Ha ennyire belemegyünk ebbe a részletbe, akkor pont képzeljük a következőt, tehát a májusi fűnyíráskor beleöntjük a kukába az erre a célra oda szállított vagy adott a lakosságnak adott hangsúlyozom, amit minden ingyenességről beszélünk. A szelektív vagy elkülönített gyűjtésnél nem lehet díjat kérni. Az a fű másnap már berohad. Mikor kell menni a hulladékért? Minden olyan hulladékot, amelyet gyűjtőedényzetbe gyűjtünk, csak gyűjtőjárművel tudjuk gyűjteni, mert másképp nem tudjuk kiüríteni. Tehát egy 15 tonnás járművet kell minden nap, minden ingatlannál végig küldeni, hogy vajon kitették-e a füvet, vagy nem tették. Ezért van az a jogszabályban, hogy lehetőséghez képest zsákban kell, de akkor viszont csak biológiailag lebomló zsákban lehet, mert akkor mi történik, ha most műanyag zsákostól kidobáltuk a komposztáló térre, a műanyag nem fog lebomlani. Tehát ezért az a javaslatunk, és egyébként a szakmában ez a javaslat általában, vagy ezt az irányt követik,
és az összes e-könyvet egy gyűjtésbe, ez a legbonyolultabb, vagy a legtöbb problémát felvető rész, a papírt, a műanyagot, a fémet, azt egyértelműen lehet e-könyvetten gyűjteni. Az a javaslat, hogy preferáljuk a háznál történő komposztálást, hiszen értelemszerűen ott keletkezik több fű, ahol kertes ház van, mert több nyesedék, meg felszedett virágok és ilyesmi, és ahol nem, ott pedig biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy ezt az átrakóra nálunk a komposztáló udvarba kiszállítsák, és ennek ez az önkormányzat már évek ezelőtt megteremtette az ingyenes fejtet, 2 köbméterig naponta ingyen van a lakosság. Köszönjük szépen. Kinek van hozzászólása? Ki az, aki elfogadja a rendeletet? Igen, valaki nem szavaz. Én. Ja, Gyuri? Mindegy. 11 igen, nem is tartózkodás nélkül elfogadtuk az előterjesztést. Következik a 8. napi rendi pont, ugyancsak egy helyi rendelet. Azt hiszem, erről is beszéltünk már rengeteget, hogy nem is ismétlen. Bizottsági vélemények vannak-e? Nincs. Kérdése van-e valakinek? Ki kíván hozzászólni? Ki az, aki elfogadja? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Következik a 9. napi rendi pont. Harsányi István képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, bizottsági véleményt próbálok tolmácsolni, mert Maros Jánek úr nincs itt. A Püspökladány Debrecen vasút vonalszakasz szavításáról szóló előterjesztés 8 igennel támogatta a bizottság. Igen, Kállai elnök úr. Polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, a Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság egyhangú szavazattal elfogadta a határozott javaslatot. Köszönöm. Kérdése van-e valakinek? Ki kíván hozzászólni? Ki az, aki támogatja az előtest? Tizenkét, igen. Valami nagy derültségre adok ott, én nem tudom, de nem is baj. 10. napi rendi pont. Kérdés, Harusi elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak. A Gazdasági Bizottság tegnap ülésén megtárgyalta, és 7 nem egy tartózkodás mellett nem, rosszul van megírva. Igen. Csak kaptam egy papírt, és már emlékeztem, hogy nem az van. 7 igen és egy tartózkodás, mert támogatta az előterjesztést. Mert ugye ez egy különleges hatalati javaslat, semmilyen szabályt nem szektünk meg, de nem ritkán alkalmazzuk, mégpedig azért, hogy mindig pozitívan kell föltenni, de ha nyilvánvaló törvénysértés, akkor természetesen a hivatal nem teheti azt, hogy pozitívan teszi fel, mert itt elvben ez nem mérlegelés kérdése, hanem ezt nem szabad engedélyezni. Ezért van így feltéve, ez ritkán szokott előfordulni. Máté Lajos képviselő. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ismerem a területet, megnéztem. Szóval én megértem, hogy ha ez temető, akkor itt nem lehet más célra használni, de akkor elég lett volna a hivatalnak ezt leírni, és nem kellett volna olyan tragikus képet festeni ott a vagy vizionálni azon a területen, mert erről közel sincsen szó. Egyébként az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ott egyébként sírok valóban nincsenek. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a Pap István utca és a Libagát utca között az ott lakók a Kispál utca érintésével már egyfajta csapást alakítottak ki, sőt azt is javasolják, gondolom ezt meg tudja erősíteni a körzet képviselője is, Orosz János képviselőtársam, hogy szeretnék, hogyha majd ott egy út lenne kiszabályozva. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ez olyan hatalmas problémát jelentett volna, de meghajlok a hivatal álláspontja előtt, és
ha ez így van, akkor, akkor én is elfogadom, azzal együtt, hogy szorgalmaznám, hogy ez a terület mi hamarabb rendezésre kerüljön, mármint a Soproni temető. Köszönöm szépen. Szavazzunk akkor én szerintem. Tehát ki az, aki támogatja a javaslatot? Most igennel illik szavazni. Köszönöm szépen, hogy mindenki megfogadta ezt a csak logika mentén feltett kérdésemet, mert kötelezni senkire semmit nem akarok. 11-es napi rendi pont. A lapelem a rendszerek. Hát ez is megérne egy misét, de most rövidre fogom a misét, hogy ezt megadóztatni egyrészt, másrészt pedig a később megváltoztatni a pályázati feltételeket, és az elfben ingyenes pályázathoz nekünk hozzá kell jelölni 11 millióval. Lenyelem, akkor már csak 189 milliót kérek. Igen, akkor növeltük, igen. Kinek van kérdése? Ki kíván hozzászólni? Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenkét igen, nem is tartózkodás nélkül. 13. napi, vagy 12. napi rendi pont is a polgármester illetménye. Törvény mondja ki, hogy mennyi az illetménye, nem tudom miért kell ezt idehozni, de hát én nem fogok vitatkozni a dolgokkal, aminek nincs következménye, legalábbis feleslegesnek érzem. Van itt bőven mi vitatkozni. Kérdés, hozzászólás. Ki az, aki támogatja ezt az előterjesztést? Két igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. 13-as napirendi pont a polgármesteri hivatal tevékenységéről szóló beszámoló. Marosi György elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak. A Gazdasági Bizottság tegnap ülésén megtárgyalta, és egyhangulag 8 igennel támogatta. Igen. Kinek van kérdése? Ki kíván hozzászólni? Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenkét igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Következik a Hajdúszoboszló város 2014-es turisztikai adatairól szóló tájékoztató. Itt most nem látom, de 4,1%-kal növekedett a vendégészakák száma a városban. Máté Lajos képviselő úr. A szót tisztelt polgármester úr, bizottsági álláspontot szeretnék közölni. A turisztikai bizottság értelemszerűen megtárgyalta az előterjesztést, a tavalyi turisztikai teljesítményünktől szóló beszámolót, és hát örült az abban foglaltaknak, úgyhogy természetesen egyöntetően támogatta azt. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Ha jól láttam, valamivel Hévízénél is több, csak nem, nincs itt most a szakértő, egy pár ezerre. Kocsis Róbert képviselő. Én azt szeretném. Mi? Kettő is fél az ára elkemes. A miénk? Akkor mondjuk azt, hogy egyformák vagyunk Hévízben. Látna, hogyha olyan ütemben... Sőt, ha szigorúbbak a vendégek, akkor nem több van, igen. Ha olyan ütemben javulnának a vendégészakai adatok, mint ahogy a marketing keret, meg a bizottsági keret növekszik. Köszönöm. Te is tudod, Robi, hogy így is az idegenforgalomra kevesebbet fordítunk, mint a bevételeink, azt indokolná tennék. Én azt gondolom, hogy komoly verseny folyik a piacon. Ezt nem lehet megúszni anélkül, hogy ne fordítanánk a marketing keretre többet. Kérdése, hozzászólása van én még valaki? Ki az, aki tudomásul veszi ezt a tájékoztatót?
mindenki tudomásul vette. A következő előterjesztés az egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó képzés és foglalkoztatás támogató pályázati lehetőségről. Ezt életemben először és utoljára olvastam el. Kocsis Róbert elnök úr. Köszönöm. Az volna jó, hogyha a bizottsági véleményt mondhatnék az anyaggal kapcsolatban, de a bizottságunk nem tudta megtárgyalni az anyagot, lévén, hogy szerdán kaptuk meg az előterjesztést. Hát már ígértem, hogy az iroda szerdán értesült róla, hogy ilyen napirend lesz, úgyhogy én szeretném megkérni a hivatal tisztelt felelőseit ez ügyben, hogy ha ilyen dolog van, akkor, vagy ilyen eset fordul elő, akkor ha lehet, akkor a bizottsági ülés előtt értesüljünk a témáról, de egyébként természetesen, mint a bizottság elnöke, támogatom a előterjesztést, hiszen hasznos és különösen hatékony pályázatról van szó, hiszen olyan hiány szakmákat sikerülhet pótolni, amikre valóban szükség van, és 100%-os a pályázat, tehát önerőt nem igényel. Köszönöm. Igen. Kérdés akkor jogos egyébként, de azt is tudjuk, hogy mikor írták ki. Ha régen kiírták, akkor tényleg igaz. Mikor írták ki? 13-án jelent meg az ügyben a tájékoztató. 13, és egy hetet hagytak? Sok, máskor egy órát hagynak. Annál kérdéseket kellett tisztelni. Péntek, tehát még nincs egy hete, hogy kiírták ezt a pályázatot, ha jól értelmezem. Hát... Egyeztetjük. Nem is szabad. Ez mafia. Világos. Gyorsan kell. Fel kell nőni a feladathoz. Következik a 15-ös napirendi pont. Ja, szabad is kell? Jó. Közkívánatra szavazunk, ki az, aki támogatja az előterjesztést. Tizenkét igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Következik a polgármesteri tájékoztató a fontosabb eseményekről. Kinek van kérdése? Kíván-e valaki hozzászólni? Polgármester, nem tolakodva, de szót szeretnénk kérni, szeretném. Természetesen jogod van, mint az, hogy nekem azt mondta a jegyző úr, hogy ott szeretnél ülni, ezért nem szóltam már előtte. Köszönöm. Így vagyok tájékoztatva. Köszönöm, teljesen nem volt ez így. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Hát először is engedjék meg, hogy gratuláljak így ennek a felállásnak, hiszen személyesen ezt már megtettem néhány ember esetében, akivel volt alkalmam találkozni a választások után, de ebben a formában még nem. Gratulálok, jó munkát kívánok mindenkinek! Hajdúszoboszló lakosai furcsa döntést hoztak, amikor az országgyűlési választások kapcsán, illetve az önkormányzati választások kapcsán talán úgy is tűnhet, hogy egymásnak ellenmondó döntést, ellenmondó választási eredményt produkáltak szavazataival, de természetesen nekünk közéleti szereplőknek ezt tudomásul kell venni, és én hiszem, hogy tudomásul is tudjuk venni. A két iránynak semmiképpen nem szabad egymást kioltani, hanem egy irányba kell hatni, és én a munkám során mindenképpen erre fogok törekedni, illetve ezt kérem a tisztelt jelenlévőktől, polgármestertől, képviselő uraktól, hölgyektől is. Ahogy elhangzott itt a korábbi napirendek kapcsán jó néhány gondolat, volt egy olyan dilemmám, hogy talán egy kicsit túl szigorúak is tetszenek lenni magukhoz, hiszen majdnem mentegette magát itt a képviselőtestület, hogy már-már milyen durva vita alakult ki. Hát én nem szeretném önöket vigasztalni és inspirálni sem egyben, de jó néhány helyen ettől azért
még inkább egymásnak feszülnek az indulatok. Ez egyébként valóban nem helyes. Érdekes volt hallani azt, hogy civilek vagyunk, aggódunk a városért, de nyilván ebben némi kormánykritika is belefér, de hát ilyen a magyar valóság, egyébként ezt nekünk így kell valami szinten átélnünk, nem elfogadnunk, de átélnünk. A napirend kapcsán két alkalommal is szerepel a nevem, illetve hát olyan utalások is vannak, amik mindenképpen fontosnak éreztem, hogy így a képviselőtestület nyilvánosság előtt is át tudjunk beszélni, illetve tudjak erről néhány gondolatot önökkel megosztani. Az egyik nevezetesen az, hogy a víziközmű kapcsán, az elhíresült víziközmű, talán ez a rövidített neve, 160 millió hitel volt a városnak, tehát hitel volt a város számláján, és ennek a kompenzálására ez az összeg megérkezett. Erről szólt a tájékoztató. Való igaz, hogy pénzintézethez érkezett, tehát nem konkrét szabad felhasználással. Ennek az összegnek a felhasználása azért lett most az államkincstár által megkérdőjelezve, a jogászok véleménye is megoszlik a kérdésben, mert esélyt látnak arra, és hát erre valóban van is esély, hogy ez lakossági visszafizetésből megtérülhessen. Nem kell nekünk eldöntenünk, hiszen Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Bírósághoz fordult ebben a kérdésben, hogy ez a támogatás abban az esetben jogos vagy jogtalan, de mindenképpen az tény, hogy abban az időpontban a városnak volt ennyi hitele. Kérdés, hogy lehetett volna egy több, hiszen ez az utolsó időpontban került megállapításra, tehát a legutolsó határidő betartása mellett. Most azon morfondírozni, hogy vajon van-e a város valamelyik cégének olyan hitele, amit szintén bele lehetett volna ebbe a csomagba tenni, talán messze vezet és nem is témája ennek a mai beszélgetésnek. De minden esetre kérdésként talán érdemes végig gondolni, így utólag is. A másik, az államkincstárral való egyeztetésünk az valóban így van, ahogy az előterjesztésben szerepel, hogy megkaptam ezt az anyagot. Jelenleg is tárgyalásban állunk. Azt azért szeretném elmondani, hogy a Magyar Államkincstár vezetője, dr. Dancsó József néhány héttel ezelőtt így járt ebben a teremben, és hát kicsit kellemetlen érzés volt, hogy a város részéről, az önkormányzat részéről senki sem volt, aki részt vett volna azon a rendezvényen, és hát a hivatal is irodavezetői szinten képviseltette magát, ha jól emlékszem. Szerintem megért volna annyit elnök úrnak a jelenléte, hogy valaki a képviselőtestület részéről esetleg tudjon vele szót váltani. Még akkor is esetleg ez egy más jellegű találkozó volt, utána talán invitálni lehetett volna egy kávéra vagy egy párásra, egy vízre. Nem Budapestre kellett utazni, nem fogadóra, nem erről van szó, itt volt helyben. Az előbb említett államkincstár 160 millió víziközmű kapcsán azért erősen dilemmában vagyunk, hiszen itt kiváló jogászok vannak a teremben, illetve tapasztalt közéleti szereplők. Tehát ha az önkormányzatnak volt hitele, akármilyen picike, és ebben maximálisan egyetértünk polgármester úrral, hogy a milliárdos kártalanításokhoz, helytállásokhoz nem lehet hasonlítani ezt a 160 milliót, tehát ha a 160 millió hitele mégis megvolt, akkor hogyan és miképpen fog megállni az a jogi kategória, hogy a város abban a csomagban is szerepeljen, amivel egyébként szerepel, hogy adóssággal nem rendelkező önkormányzatok hitele. Ez megint olyan kérdés, ami nyilván megosztja a közvéleményt. Egyébként a kormányrendeletben Hajdúszoboszló neve és a megítélt támogatás szerepel, ami aggodalomra adott okot, amikor az idei költségvetést tárgyaltuk, hogy ebben az ország költségvetésében valóban nincs így nevesítve, ezt el kell ismerni, hogy az adóssággal nem bíró önkormányzatok hogyan és miképpen lesznek kárpótolva, illetve az összeg nincs nevesítve, de az a kormányrendelet érvényben van, és az arról szól, hogy 4 év alatt nevesítve lakosságszámtól függően, hogy ezek az önkormányzatok milyen mértékű támogatásban részesülnek, kormányrendelet alá, létező kormányrendelet. Ezeket az eseményeket, ezeket a történeteket mindenképpen indokolt volt szerintem, hogy el tudjam mondani önökkel. Az egy pillanatig se legyen senki számára kétséges, hogy ezeknek az összegeknek a megtartásáért
mindent meg kell tennünk így közösen. Csak a dilemmák azok azért nyilván előjönnek ennek kapcsán, hogy hogyan és milyen eredménnyel fogunk járni az a következő hetek, hónapoknak a kérdése. Egyébként a költségvetés kapcsán néhány olyan utalás azért volt szerencsére, ami a fejlesztésekhez is köthető, de ezek jó része talán mind-mind saját forrásból. Hát én nagyon örülök, hogy Hajdúszoboszló költségvetés olyan állapotban van, hogy gyorsan, hamar ezeket a problémákat kezelni lehet. És hát azért arról is volt szó, hogy a jövőbeni fejlesztések, ez a pályázati támogatások is igénybe vehetőek lesznek, tehát erre is van rákészülés, ahogy szoktuk mondani. Talán két pályázat van most napi aktualitás szinten, ami, hát ez már csak ilyen ez a mi kapcsolatunk, ami egy kicsit kiveri a biztosítékot, idézőjel. Az egyik a napkollektoros, napelemes pályázat, ami néhány napirenddel korábban szerepel. Itt a pontos történet az az, hogy a kiírt pályázat nem kért, a pályázati kérés nem kért önrészt. Időközben kiderült, hogy az Európa Unió ezt a csomagot már menet közben egy szigorú felülvizsgálatnak vetett alá, és a beárazott költségvetést az Európa Unió nem fogadta el. Varcóra szindróma, szerintem sokan tudjuk, hogy ez mit jelent. Tehát amikor ez a kiírás, illetve ez az ármegállapítás megtörtént, hogy egy kilowattnak mennyi az ára, az nagyjából 700 egységként volt meghatározható a pályázati kiírás idejében. Míg most a bírálat időszakában kiderült, hogy mindez 500 egységből megvalósítható. Így történt, hogy az igényelt 50 millióból helyett 35-36 millióból ugyanaz a műszaki tartalom megvalósítható. Itt az önkormányzatnak a helytállása, a 15 millió alternatívákat is tartalmazott, ugyanis volt lehetőség arra, és erre nyilatkozni kellett a pályázónak, hogy ezt az önrészt felhasználja, kérje ennek módosítását. Nagyon sok önkormányzatnál, ahol nincsenek ilyen kondíciók, mint önöknél, ők a módosítást kérték, és 35-36 millióból ugyanezt a műszaki tartalmat meg tudják valósítani. Elfogadom, hogy nem szerencsés, sőt, kimondottan előnytelen egy pályázati kiírásban menet közben ilyen változásokat végigvinni, de ez a pontos háttér, nem arról van szó, hogy valamiféle más esetleg találgatásokról okotatható döntés lenne mögötte. A már említett nagyobb pályázati és nagyobb anyagi horderejű kérdés a Neldudvarkabba Hajdúszoboszló hulladéklerakó, talán ez is volt érintőlegesen téma. Hajdúszoboszlónak tudom, hogy nincs írásos szándéka és részvétel ebben a pályázatban, érdekes módon mégis nyert, hát néha ilyen is van. A pályázati program az arról szól, hogy a három település lakóinak létszámadata alapján a Neldudvari hulladékgyűjtő, amire egyébként Hajdúszoboszról is szállították a hulladékot, vagy talán még szállítják is néhány napig, az közel 730 millió forint támogatásban részesült. Az természetesen helyi döntés, és önökből sem meg fogják majd azt fontolni, hogy ebben a programban érdemes részt venni, vagy érdemes nem részt venni, és mondjuk egy másik szolgáltatóval elvégeztetni a feladatot, vagy más gyűjtőt igénybe venni, de az tény, hogy ebben a pályázati támogatásban nagyon jelentős forrás van. Megkockáztatom, hogy viszonylag nyilván a témakörhöz köthető, de szabadon felhasználható fejlesztés, már úgy értem a hulladékgyűjtés témakörében szabadon felhasználható. Ha nagyságrendet mondok, talán felkelt az érdeklődésüket, hogy itt 80-100 millió forint van, ami Hajdúszoboszló része, idézője ebből a történetből, és hát ennek a felhasználás, akár gépek, akár hulladékgyűjtő szigetek, akár ott használatos eszközök kapcsán, azért mindenképpen egy megfontolást érdemelne. Tudom, hogy itt a hulladékszállításnak a szabályai, illetve a gyakorlatiasság néha gondot okozott Neldudvar esetében, és tudom, hogy ez egy rossz házasság, ha szabad így mondanom, hiszen korábbi ciklusokban is mindig volt ezzel kapcsolatosan polémia, hogy hogyan és miképpen. Most nem feltétel egyébként ennek a pályázatnak, nem feltétele a hulladék odaszállítása, más kérdés, hogy középtávon valószínűleg az lehet. Én pusztán csak arra kérem önöket, és tényleg abszolút vádaskodásmentesen és nem provokálva senkit,
arra kérem önöket, hogy esetleg ezt is még az utolsó órák egyikében gondolják végig, hogy van-e a városnak esetleg ebben a témakörben szándékba részt venni, illetve közreműködni. Hát tulajdonképpen ennyi, amit a napirendi pont kapcsán szerettem volna önöknek tájékoztatásul elmondani. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást. Nem vitát generálva, de nekem ez a véleményem. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, hogy képviselő úr ezt elmondta. Természetesen szeretnék én is véleményt mondani. Ezt azzal kezdem, a dolog emberi vonatkozásával kezdem, mert nagyon sok ember az országban azt gondolja, hogy a nézeteltérések mögött valamiféle emberi indulat munkálkodik. Nem igaz, és ebben a parlament sem mutat jó példát, nem igazán hiszik el, hogy úgy is lehet szöges ellentétben gondolkozni a másikkal, hogy bennem semmilyen gyűlölet nincsen. Én nekem nem az a cél, amit most mondok azzal, hogy a képviselő úrnak bármilyen hibájára, létező, nem létező hibájára rámutassak. A képviselő egy korrekt, a városért tenni akaró embernek ismertem meg, ezt megismétlem a város közvéleményét is. Azt is meg kell azonban szokni a szobosztóiaknak, meg minden magyar polgárnak, hogy attól, mert valakit rendes embernek tartunk, attól még bizony lehet szíves ellentétes véleményünk is. És itt azért van két kérdés, amiben a képviselő úr emberi tisztességét, segíteni szándékát kétségbe nem vonva, el kell, hogy mondjam, ezt én nem hallgathatom el, tudnélik az, hogy Hajdúszoboszló hitelmentesen gazdálkodott, az azt föl kellene írni valahova, mint dicsőség, nem a polgármester dicsőségű, hanem a testület, a város lakói, és az elmúlt 20 évet kellene minősítenie. Már maga az az ötlet, hogy akik jól gazdálkodtak, vagy nem jól gazdálkodtak, azokat kisegítik, és most nem a kis településekről beszélek, hanem a nagyvárosokról. Debrecen, Gyula, Harkány, Hódmezővásárhely, Sárvár, Sopron, soroljam mi, a kicsiket hagyjuk ki, azok megérdemelték. Már ez egy abszurdum. De az pláne abszurdum, hogy azt sem akarják kifizetni, amely jóval kisebb az általuk elherdált pénztől. A város közvéleménye előtt megint megismétlem. Sokszor mondtam már, gondolom szegények már unják, hogy a polgármester olyan, mint a pereces, hogy csak egyet mond, de hajtom, addig, amíg a 200 milliót meg nem kapjuk. Az önkormányzatok teljes adósága 1300 milliárd forint volt. 1300 milliárd. Abból a kis településeknek adtak 3-400 milliárdot, még annyit sem, az első körben még a 100 milliárdot sem érte el a kárpótlás. Azok voltak az igazán hátrányos helyzetűek, azoktól egy huncut fillért nem sajnálok. De aztán jöttek a Debrecen, meg nem tudom kicsodák, a politikáról már ne is beszéljek, én csak amit látok, azt mondom, azt láttam, hogy olyan városok, amelyek kegyetlenül eladósították magukat, a polgármesterük most államtitkár az egyik legfontosabb tisztséget viseli, az kapásból kapta a pénzeket, mi pedig itt. Nem, hogy valamiféle dicséretet kaptunk volna, mi jól gazdálkodtunk, hanem kinevettek bennünket. Bolondok voltatok, hát én nem vettetek fel hitelt. Úgy kellett volna, hogy eladósítani, most mások fizették volna meg, azért ez elfogadhatatlan számomra. És most a dolog szakmai részéről. Én megkérem a jegyzőrat nyilatkozzon, hisz nekem a hivatal nem ezt a tájékoztatást adta. Azt mondták, hogy a vízi közművelig járó tartozás az nem lesz soha többet az önkormányzat számláján. A jegyző úr bólogatásából látom, hogy most is fönntartja, de megismételheti, amit mond. Ez az egyik meglátásom. A másik meglátásom, amikor az önkormányzatok kárpótlásáról megjelent a jogszabály, az a jogszabály világosan kimondta, hogy ez a kárpótlás, ami vízi közművér jár, az független az önkormányzatokat megillető kárpótlástól. Ezért nem értettem a képviselőnek azt a mondatát, hogy itt vita van, nincs itt képviselő semmilyen vita. A 160 millión lehet vitatkozni, nem tudom, de hogy annak semmi köze a 200 millióhoz, az a jogszabály teljes ismeretében mondom, és ezt senki nem is vitatja. Hát nem is vitatja maga a kormány sem, hisz a kormány megállapította, hogy 200 millió jár Hajdúszoboszlónak. Gondolom ez a kormány nem követel jogsértést, olyan még sose volt.
Tehát a 200 millió forintot, örülök, hogyha a humort képviselő is érti, tehát a 200 millió forintot mi meg kell, hogy kapjuk, azt a kormány megállapította. Ezen tisztelettel kérem, ne vitatkozzunk, mert ez egyszerűen a valóság elferdítése lenne. Nekünk ez a pénz jár. Ez az alapkiindulás. Azt mondta a kormány, hogy minden évben a költségvetésben szerepelteti, így is volt. Érdekes módon 125 magyar város, vagy nem is mindegyik város, az egy külön szomorúság ennek az egész történetnek, 125-en nem kaptak semmiféle kárpótlást, ide tartozik Hajdúszoboszló városa is, és ami, hogy egy kicsit, ha vigasz egyáltalán, bár ezt nem lehet vigaszként fölfogni, nem kapott Hajdúszobát sem, hát nem kellett csetelnem, hogy azok a szerencsétlenek csak rászolgálnák talán a kárpótlásra, és mégse kaptak egy fillért se. Nem kapott Nagyhegyeste egyébként egy fillért se, holott megígérték neki. És mondtam, képviselő nagyon rendes ember, ezt most is fenntartom, de azért nem hallgathatom el, hogy a Kocsis képviselőről tavaly tartottak a választási kampány során egy sajtótájékoztatót, levetíthetem, én megnéztem, ahol bejelentették, hogy ez jár, a Kocsis képviselő azt is megfogalmazta, hogy milyen célokra tanácsos ezt költeni, és előttem van az egész internetes vita, ami most egyébként eltűnt a képviselő oldaláról, mert megpróbáltam visszakeresni minden sort, eltűnt a Facebook oldalról, lehet, hogy én vagyok ügyetlen, és akkor elnézést kérek. Megpróbáltam ugyanazokat a bejegyzéseket, amelyeket tett például a Majoros Petronál a képviselő asszony, hogy de már kaptunk 160 millió forintot, és jövőre, azaz ebbe az esztendőben megkapjuk a 200 millió forintot. Nem kaptuk meg. Tavaly a költségvetésben 5 milliárd forint el volt különítve, ebben az esztendőben egy fillér sincs. Én szinte sajnálom képviselőt, mert biztos vagyok benne, hogy sokat tett már most is annak érdekében, hogy kapjuk meg, csak én úgy érzem, hogy más erők mozgatják ezt az egész folyamatot. Pillanatnyilag egy ilyen jó szándékú, nem a képviselő részéről, úgy a kormány részéről, beszéljetek, ezt majd meglátjuk, mi lesz. 5 évre ígérték, ebben az évben hány fillér van a költségvetésben? Egyetlen egy fillér sem. Na most persze, ha itt lenne valamelyik kormány szóvő, azt mondaná, hogy 5 évre ígértük, és majd a negyedik év végén ideadjuk, ezt tényleg nem tudok mit hozzáfűzni, de nem tudom. Az ígérgetések folyamatosak, történni semmi nem történik, nekünk ez a pénz jár, és szükségünk van. És ha azt gondolná itt a közvélemény, akik hallgatnak esetleg bennünket, hogy itt borzalmas pénzekről van, szó, nem kérem szépen. A TÖOSZ kimutatása szerint, most ha 16 milliárd forintot adnának erre a célra, akkor minden magyar önkormányzat megkapná azt a minimális összeget, amely megilletné. Tényleg nem akarok demagóg lenni, de egy kicsit azt leszek. Hát stadion építésre 10-szer ennyi ment, képviselő úr. Más célokra sokkal több ment. Ezért a 16 milliárd forintért érdemes összeveszni 125 magyar településsel. Érdemes nem lehetővé tenni, hogy még jobban fejlődjenek ezek a települések. Én biztos, hogy nem ezt csinálnám. Én nem hagynám ezt, hogy ne kapják meg a megígért pénzt. Már elemezgettem, az ígéretet be kell tartani. És nem képviselő úrnak rógom föl, de hát mivel a kormány képviselői szóba sem állnak velünk, leveleinkre nem válaszolnak, máshol nem tudom fölrólni. Azt is lehetne így, hogyha most nagyon érzelgős úrokat engedek, hogy én egy ilyen kétségbe esetten igazát kereső embernek tűnök, igen, az is vagyok valószínű, mert én nem tudom megemészteni, hogy valamit ígérnek, és ezt nem Juliska néni, a szomszédom ígérte, hogy majd lesz valami, Lacika, várjál egy kicsit. Ezt a kormány ígérte. Képviselő, tisztelettel kérem, szíveskedjenek ezt az ígéretet teljesíteni. A másik dolog az, hogy én az államtitkár, vagy ki volt itt, nem tudom, én most hallom először, én abszolút nem voltam erről tájékoztatva. Én úgy gondolom, hogy az illem azt kívánná, hogy a polgármester valóban, jól mondja, képviselő, akár egy kávéra behívja és elbeszélgessen vele, és hát jó kapcsolatot tartson annak érdekében, hogy azt jogszabályi keretek között a város javára is tudja kamatoztatni. Na de hogyha azt ne agyisten gondolom a járáshivatal szervezette, ugye jó? Hát azért ott még nem tartunk, hogy a járáshivatal engem oda hívjon, különösen a választási szituáció után, ami hát megint egy egészségtelen dolog, hogy most valaki politikus vagy
hivatalvezető, ha politikus, akkor mennyiben te ítelszhető fel, hogy tárgyszerűen igazgatja az eddig még politikusi, mi volt táboradó hivatal, de ebbe sem megyek bele. Engem ilyen rendezvényre nem hívtak, engem ilyen rendezvényre nem figyelmeztettek, mert ha figyelmeztettek volna, akkor tudom, mi a kötelessége egy várospolgármesternek. És azzal zárom, amivel kezdtem, én nem kívánom képviselőt semmilyen módon a közvéleményét lejáratni, megbántani, harcot vívni. Én tisztességes embernek tartom, de nem hallgathatom el, ugye nem tűröm, hogy a várost becsapják, ne teljesítsék az ígéretet, és várom, hogy képviselő is föl tudja mutatni, hogy mit tett mindazok érdekében, akik ezt elvárják önöktől, mert gondolom, akik a Fideszre szavaztak, én nem tartozom közéjük, ezt nyíltan megmondom, akik a Fideszre szavaztak, azok azért szavaztak önökre, mert egy olyan pártot szeretnének, amely választási ígéreteit teljesíti, amely azért dolgozik, hogy az embereknek jó legyen. Mi hajlószoboszlóik is szeretnénk jobban élni. Én a barátságunk megvan, mármint az a politikai értelme barátság, mert hogy barátok nem vagyunk, nem szeretném ezt így váltani, de jó szándékkal viseltetek képviselő úránt, de a 200 millió és a 160 millió elvételével feszült lesz a viszony. A hulladékpályázatról meg nem tudunk. Én nem tudok, természetesen utólag hallottam, meglepetéssel valaki bedobta, hogy nyertünk, és nem is pályáztunk. Ez az abszurdum kategóriája, én ezt nem tudok hozzászólni. Nem szoktam visszaélni ezzel, mert a Nyéki Istvánt, a Fidesz alelnökét, a Városgazda vezérigazgatóját rendes, jó embernek tartom, jó szakembernek úgy szintén, de hát ő maga mondta, hogy ebbe a pályázatban ne vegyünk részt. Itt volt egy megbeszélés, én jól emlékszem erre. Tényleg nem szeretnék politikát belevinni, de hát ha nem, akkor... De örülünk neki. Lehet, hogy a 200 millióról is így fogok értesülni. De szent a béke képviselő. Ha akarsz, egyébként nyugodtan reagáljál, amit mondtam. De hadd el a képviselő, nem tiltom. Jó, akkor mert a jegyző egy szakmai érvet akar mondani. Ez a szabály nem szóltam még ma. Ma csak ma egy nem, de aztán visszavontam, csak néhány megjegyzés. A 160 millió, ez a nem megtérülő eset, tehát a lakosságtól megtérülő részt nem adtuk föl. Csak azt, ami önkormányzati pénz. Ez a 160 millió forint. Ebben a feladásban, ugye minden elektronikusan megy az államkincstár felé, ebben a feladásban már, vagy nem már, hanem eleve nem fér bele céges, ez is nehezen. A államkincstár rendezvény, de nem esküszöm meg, egyre igen, hogy ez járási hivatali rendezvény volt, a termet szoktuk biztosítani erre, de nem gondolom, hogy olyan meghívó jött, hogy nekünk azon itt kellett volna lenni polgármester úrnak vagy másnak, de erre nem esküszöm meg, mert kicsit régen volt és jönnek a meghívók szaporán. Viszont nem gondolom, hogy egy ilyen ügyet az államkincstár elnökével kellene itt lebújtolnunk, ez megy a jogi úton, és nem is biztos, hogy onnan fújt a szél az államkincstártól ebbe az ügybe. Megy a bírósághoz a kereset, és majd jogot vagy igazságot szolgáltatnak. Az elsőre nyilván több az esély. A második, a napelem. Nyilatkozni lehetett, de én nem tudom, mi szakértőkkel dolgozunk, hát nem vagyunk mi. Napelemmel működünk lassan, tegnap is mondtam, de annyira azért nem értünk hozzá. És nem azt a műszaki tartalmat annyi pénzből, amennyi támogatást végül kaptunk, abból nem lehetett megvalósítani, ezért tettük azt a javaslatot. Közbeszerzés is lezajlott, szoboszlói cég nyerte, tehát visszafele nem nagyon vezetett, hogy csökkentsünk, amit a költségvetésben elfogadott a képviselőtestület. Nyilván nem herdáljuk, hogyha nem kell az a pénz. Nádudvar. Hát, régi történet ez. Képviselő úr elődje ült itt, sajtótájékoztató is volt minden. Egy dolog biztos. Képviselő hívott telefonon engem, elmondtam a történet lényegét, azt is mondtam, hogy dokumentumokat tudok csatolni, vagy küldeni a szöveghez, hogyha kell, de talán elég annyi, hogy én meg a kollégáim beleértve a Városgazdálkodási ZRT vezérigazgatóját lelkiismeretünk tiszta ebbe az ügybe. Ezt lehet nevezni vígjátéknak, ez a Jobbik eset, ennek a pályázunknak a történetét, de én inkább szomorú játéknak nevezem, különösen úgy, hogy megnyertünk egy olyat, ami nekünk valószínűleg nem is szükséges, nem a lerakóra szolgál ez, hanem
hanem eszközre, hát itt volt az előbb a vezérigazgató úr, és elmondta, hogy ebből nekünk, ami már nekünk megvan, ott meg nincs olyan eszközökre szolgál az önmel, tehát mi nem mulasztottunk. Az a lerakó, hogy hova szállítsa Szoboszló, az itt volt a képviselőtestület előtt, anélkül, hogy a támogatási döntés értesültünk volna, láttuk volna, hogy miről szól az, de úgy gondolom, hogy Szoboszló érdekét nem képviseli az. Ráadásul ilyen módon, hogy több egyeztetés ellenére, az itt történő megegyezés ellenére, 180 fokos fordulattal mindig más jött vissza, nádudva attól, hogy mindig emelték a tétet, és nem szabad elfelejteni, egyetemleges felelősségünk van. Ha 10 milliót kérünk, akkor is felelünk a milliárdos vagy a 700 milliós nádudvari részét. Is. Ezért most, hogy a részleteket ne folytassam, és rövid maradjak, ezért merem mondani, hogy tiszta a lelkiismeretünk ebbe, és mindhárom ügybe, amiről én itt szóltam. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor adjuk meg a szót képviselőnknek. Köszönöm szépen. Polgármester úr, biztosítatlak, hogy a tisztelet részemről is megvan, és hát örülök, hogy kölcsönös. Nincs közöttünk igazán vita, én nem érzem. Itt nyilván van egy műhely munka iránti igény részemről, mert nem minden információ áll olyan mértékben rendelkezésre, és hát valószínűleg ez viszont is úgy van, hogy nem minden munkafolyamatról tudlak benneteket tájékoztatni. A vízi közmű kapcsán, ez a 160 millió kapcsán egy tény, hogy a bíróság majd el fogja dönteni. Ha a Szoboszlónak ilyen jók az érvei, már pedig úgy tűnik, hogy jó, akkor itt nem lehet kérdés és nem lehet aggály. Sajnálatos módon, hogy ez bíróságon kellett, hogy bíróságon kell majd végigjárni, de hát mégiscsak az a fórum dönteni vitás esetekben. Tehát ez önmagában szerintem ezért egyik fél sem okolható. A 200 millió kapcsán pedig nem ígéret, tehát kormányrendeletben van. Ha tételezzük fel, hogy azért ennek van súlya, tehát kormányrendeletben van nevesítve, és a költségvetésben pedig, mert hogy erre rákérdeztek azok a településvezetők is, akik mondjuk kormánypárti színekben voltak, mondjuk egy település polgármesteri korában, és ott ugye azt a választ kaptuk, hogy a tartalékfejezetben azért erre egy jelentős összeg van. Feladatunk, hogy ezt ki kell abból préselni. Vagy idén, vagy pedig a következő időszakban. Tehát én ezt nem tekintem se megrovásnak, se elhanyagolt témakörnek, hanem mind megoldandó feladatnak, közösen megoldandó feladatnak. Köszönöm szépen. Lezárom én ezt a vitát. Van még valaki? Ki az, aki ezt a beszámolót már, mint a polgármester, tudomásul veszi? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Következik a bejelentés kategória. Rövid, tárgyszerű vitát nem igénylő. Ilyen nincs. Kinek van kérdése? Kocsis Róbert képviselő. A kérdésem arra vonatkozna, hogy elfogadtuk korábbi képviselőtestületi ülésünkön a parkolással kapcsolatos rendeletünket, illetve ennek a metodikáját, hogy ez hogy valósul meg. Az elmúlt 20 napban hányan regisztráltak, hányan kérték a nyilvántartásba vételüket, mint helyi lakosok, akik igényt... Csak egy számot kérünk, Tamás! A vezérigazgató pont, az előbb mondtam. Jött elment, 1800 darab. Köszönjük szépen! A következő, Majoros Petronella képviselőasszony. Az idei költségvetésben 3,3 millió forint szerepel a kerékpárút terv folytatására. A kérdésem az, hogy a terv milyen állapotban van, és kérdezi ezt több mint 1300 hajdúszoboszlói lakos, akinek kezdeményezésére ennek a tervnek a költségfedezete tavaly bekerült a költségvetésbe, az idei költségvetésbe pedig áthúzódott, mert egy év alatt nem sikerült a kerékpárút tervét megalkotni. Tehát is ez a kérdés, hogy hogy áll a terv. Gyöngyi, hogy áll a terv? Igazából ugye még rendelni, mint addig. Rosszat nyomtam.
tervezetet megrendelni, mindaddig nem tudjuk a munkát, amíg ugye a költségvetés nem fogadta el a képviselőtestület, a pályáztatás lefolytatásra került, tehát elvileg van már egy nyertes tervező cég, most mivel a költségvetésben ez az összeg szerepel, tehát meg tudjuk kötni a szerződést, a kötelezettség vállalható, ezért mi most fogjuk megkötni. Mikorra vállalják azt? Nem emlékszem fejből, hogy mennyi van a vállalásban, de gondolom, hogy egy 3 hónap biztosan elegendő a tervezésre, aztán pedig a rendelkezés. Köszönjük, elfogadható a válasz. Köszönöm szépen. Interpelláció. Ha nincs, akkor az ülés lezárom. A törvény szerint 2 egyéni ügyben zárt ülést kell tartani.